Ebben az előadásban nem lesz olyan tuti trükkel álló, hogy aztán mindenről mindenik IoT-képi az szuperbiztonságos lesz. Inkább egy kis gondolatébresztő, hogy milyen problémák vannak, és mi is ezekkel a problémák, és hogy lehet, talán merre érdemes minősítve. Először, főleg a fiatalabbaknak lehet érdekes, hogy miért is probléma ez a rengeteg kütyű az interneten, vagy milyen gondokat okozhat, hogy az hogy működik. Utána két nagyobb szervezet is foglalkozott a problémával több konferencián, az itt elhangzottakat foglalom össze, azért viszonylag tömören, tehát egy nagyon-nagyon rövidre. A CENT az a európai ország szintű doméneket üzemeltető szövetsége. A RIPE az pedig egy önkéntes tagságú szervezet, aki a Európa környékén az internettel foglalkozik. Nem olyan szabványosító szervezet, mint az IETF, tehát az Engineering Task Force, és nem foglalkozik úgy nyilvántartással, doménnyel nyilvántartással, mint az ICANN, hogy nagy nemzetközi. De például az IP címeket le kell vásárolni, tehát ezt ők csinálják. És hát a legvégén pedig csak egyetlen példán keresztül, hogy milyen mellékhatásai vannak, mi az, amire nem is gondolunk, és hogy működik ez, amit ma mindenki felhő, meg big data, meg ilyenek körül dobálózik, nagyon kevesen csinálják, persze tudok olyanról, aki viszonylag big data-zik körülben, de hogy milyen mellékhatásai lehetnek egyáltalán, amire nem tudom. Nem is húznám bele az időt. Először bemelegítésnek Brian Kerbsről néhány volt, aki egy oknyomozó újságíró, a Washington Postnak dolgozott, meg elég régóta ilyenekkel foglalkozik, és van egy blogja is. Odaadom majd a szlájdokat, hogy lehet volna menni link. Fő területe a profitorientált kiberbűnözés utáni nyomozás és felderítés. Elég kalandos ilyen szempontból az élete, például 2001-ben már túléli azt, hogy egy neki kifejlesztett Worm kizárja a gépéről. 2013-ban egy ilyen kis bios swatting támadás, nem tudom ismerő, hogy mi az a swatting internetes támadás, ugye a SWAT, az a Special Weapon Action Team, tehát az a terror elhárító csapat, na ráhívták hamis adatokra, tehát persze utána elengedték, csak volt egy izgalmas éjszakája, meg utána helyreállítási költség a lakásban, mert ugye ők bejöttek és kopogtattak. 2016-ban egyébként előtte publikált pontosan ilyen fizetős DOS szolgáltatásokról meg, hogy ezt kicsinálja meg hogyan. Szépen ledoszolták a blogját, tehát kapott egy támadást, gyenge kis 623 perszekes volt néhány órán keresztül. Ugye az egyik nagy ilyen szűrő és segítő szervezet az Akamai, azt fel is adja, több napig elérhetetlen a blog, és azt mondja, hogy kösz, ezt már nem mi nem bírjuk. Érdekes módon a Google átvette a projektet, és a következő ilyen 6-700 gigabites támadást túlélte. Akadozásokkal, meg nem mindenhonnan volt elérhető, de nem az, hogy terület mindenekről a blog. Úgyhogy... Aztán utána volt egy még csúnyább támadás, időben viszonylag összeestek, ez 2016 októberében, olyan volt, hogy néhány weblap több helyről akadozva volt elérhető. Azért az a néhány weblap, csak néhányat soroltam fel, PayPal, Netflix, GitHub, Spotify, Airbnb, Amazon, Cloudflare, tehát úgy, és oké, de ekkorát nem lehet doszolni, hogy az összes ekkora nagy cég mind eltűnjön, tehát egy Amazon összes sávszélességét nem lehet szólni, azért az még úgy nem megy. De mi lehetett akkor a probléma? Érdekes módon ugye persze a hálózatbiztonsági világ azonnal nekiállt, hogy mi is történt és hogy van, de a helyzet komolyságára jellemző, hogy a US Department of Homeland Security is azonnal ott volt a témán és ő is ügyködött. Elég hamar kiderült, hogy a DDoS támadás nem magát a fent említett szervezeteket érintette, hanem egy szolgáltató. WinDNS szerintem ismerős még a régről a változó IP-kről lehetett olyan a kis routerekben, hogy betaláljak a változó IP-re. Hát ő nem csak ezekkel foglalkozik, hanem nagyon komoly nagy cégeknek látszik DNS szolgáltatást nyújt. Ez a DNS szolgáltatás olyan domain name szervereket üzemeltet, és ezt úgy kell elképzelni, hogy például Anycast rendszerben, nem tudom mennyire ismerkedő az IP Anycast rendszer,
Ez egy olyan technológia, hogy én megnézem, hogy a négy szervereket az IP-re. Ez egyetlen egy IP lesz. De ez mondjuk 60-70 szerver a világon szétszórva, és a helyből dönti el, hogy melyik szerver válaszol. Tehát mondjuk van Budapesten egy szerver, az a környékben, most internet fogalmak szerint környékbelieknek ő válaszol, a New Yorkiaknak egy másik szerver válaszol, tehát egy ilyen jellegű szolgáltatást is nyújt. És azok, akiknek gyakorlatilag akik megvették azt a hibát, hogy csak ettől a cégtől vették a DNS szolgáltatást, mert hát adtak neki 70-80 DNS szervert, miért ne legyen elég, na azok elküldtek a netről. Akik olyan szerencsések voltak, hogy több cégtől is vettek, azoknak meg ilyen valakinek működik, valakinek nem típusúba került, mert aki éppen DNS-es szervert kérdezett volna, nem jött válasz, ha másikat kérdezte, akkor meg jött válasz. Jó, nézzük meg, hogy ez hogyan működhetett. Elnézést kérek, kicsit visszamegyek a KH-hoz, mert nem tudom, hogy a fiatalok hol tartanak oktatásban és mire, de nagyon rohanok vele. Ha bármi kérdés van szokjatok, bármelyik szájnról tudok néhány órát beszélni. Jó, hát először is gyorsan ugye a... Azt tudod, hogy a másik a teljesítő? Nem. Akkor viszont... Tehát ez gondolom közismert, ugye a rajzfilmet idézem, mint az közismert. Ugye vannak a rétegek, itt mi most csak az internet réteggel, az IP protokollal foglalkozunk. Az, hogy most alatt a Wi-Fi, Ethernet vagy akármi van, meg hogy fölötte mi történik, az most minket nem érdekel első körben, illetve majd egy kicsit azért ilyen köztes szolgáltatásokra ránézni. Ugye az IPv4, tehát a hagyományos IP világ, az a lényege, hogy 4 bájtos cím van, és minden csomagban van egy forrás és egy cél cím. Az egyik probléma az, hogy a forrás cím az nem biztos, hogy igazi, mert azt hamisíthatom. Az IPv4 cím ugye 4 bájtos, azért szoktuk így írni. Hát vannak itt még mások, hogy host, meg broadcast, meg gateway, meg ilyenek, ezzel nem foglalkozunk. Van jó pár olyan szolgáltatás, ahol nem elég az IP cím, hanem kell egy név is. Például tipikus, hogy egy IP címen, ha már sok webszerver van, és attól, hogy melyik weblapot szolgálja ki, az attól függ, hogy milyen néven szólítom. Például ez az IP cím, ez a 2113.hu-nak az IP címe, de ha így szólítom meg, akkor nem ad weblapot, mert nem tudja, hogy melyiket kell kiszolgálni. Most ez az IP, meg hát földi halandó azért nem szeret IP címeket megjegyezni, nyilván az itt lévő gondolom sokkal több IP címet tudnak fejből, mint családtag születésnapot, de azért a földi halandónak jobb, ha inkább nevek vannak. Ez a Domain Name Services, ez egy osztott hierarchikus adatbázis, hogy azért vannak benne a pontok, hogy van a gyökér, van a hú, aztán van alatta, és utána ez mindig tovább van delegálva a jogosultság, hogy ki mit csinál, és így lehet átadni. Röviden így működik, ha én ülök nyakotlanul egy gépet, és beírom a böngészőbe, hogy kedvenc bankom.hu, akkor ki kell deríteni a gépnek, hogy ennek mi az IP címe. Van egy úgynevezett recursive name server, ez tipikusan a szolgáltatónál, ha csak valaki nem olyan, hogy magának csinál, de más nem a szolgáltatónál van az a recursive name server. Ő mit csinál? Tegyük fel, hogy most ő is frissen indult, nincs a memóriában semmi, meg nem keseltem, stb. Hát ő nem tudja, mi az, hogy a kedvenc bankom.hu, viszont nála megvannak az úgynevezett gyökér, tehát pont nameserverek, ezekből van egy szép kis lista, és megkérdezi a gyökér nameserver második lépésben, hogy te figyelj már, hát a www.kedvencbank.hu az, annak mi az IP-je? A gyökér nameserver persze ezt nem fogja tudni, azt mondja, hogy hát nekem erről fogalmam sincs, de azt tudom, hogy a pont húért kifelel. Tehát visszaválaszol, hogy figyelj, itt vannak a pont hú nameserverei, kérdezd őket. Na, akkor ez a gép elmegy a negyedik lépésben a .hu nameserverekhez, aki azt mondja, hogy hát én nem tudom a www.kedvencbankom.hu, de a kedvencbankom.hu ő felelős. Így visszaválaszolja azt, és utána elmegy a kedvencbankom.hu nameserverekhez, aki visszaválaszol az IP címmel, és ezt megkapja a felhasználó. És ugye ezt a szolgáltatást, ezt a nameserver szolgáltatást adta a DNS, és ezt támadták le. És így halt ki a folyamat. Hát ez ügyben is van számos trükk. Egyrészt látszik, hogy ez elég sok forgalmat tud generálni, másrészt hát itt is van a támadási lehetőség, hogy ki hazudik, biztos az válaszol, te biztos azt mondja, de ebben most itt nem mennünk bele, ez egy teljesen másik téma lenne. Van egy úgynevezett erősítéses támadás, ez a authentication attack. Az a lényege,
hogy nekem nem kell izomból lenyomni a támadott hálózatot, tehát ha én akarok egy 600 gigabites támadást, akkor nekem nem kell kipumpálni 600 gigabitet, hanem egy kicsit trükközök, majd máshova csinálja ezt. Valami erősítés. Ennek az ősi példája az úgynevezett Smurf adag, a törp támadás. Ismerős talán az ubikékből, aki mindig hozom, hogy dobozt, aztán kinyitják és pukkan. Itt azt használták ki régen, hogy a támadó az elküldött egyetlen egy pinget, de egy broadcast címre, tehát egy olyanra, ami megszólít mondjuk minimum 255 gépet, vagy még többet. A trükk az, hogy hamis feladó címmel. Ugye őt elmegy annak a hálózatnak a routeréig, az a router kiküldi az összes ott lévő gépnek, mert hát mindenki megszól broadcast, és minden gép válaszol. Na de nem a támadónak, hanem amit behamisított forrás cím oda. Mai világban ez már viszonylag kevésén működik, ma már a routerekre például nem engedik át a broadcast pinget, meg ez a szűrő. Igen, ezeknek a technológiáknak egyébként az a lényege, hogy az interneten nem csak az, hogy én magamat védjem mindenféle tűzfala, hanem csináljak olyan beállításokat, meg karbantartásokat, meg munkálatokat, ami nem engem véd, hanem a szomszédokat. Ez a jó szomszédsági dolog. És az internet ezünkben számos kört. De eleinte például ott volt az SMTP protokoll, amit levelet küldünk. SMTP próbálvévé szerintem az ilyen 90-es évek vége fele volt probléma, tehát ilyen 98 környékén, sőt 2000 még, akkor még voltak próbálvévéje. Tehát az internet őskorában valaki csinált egy SMTP szervert, az örültről levelet további, és gyakorlatilag a bármelyik SMTP szervert hozzávágtam a levelet, ő megpróbálta a jó irányba lökönni. Ha nem is tudta továbbítani, de abba az irányba küldte, és egyszer csak eljutott. Ez teljesen jól működött 94-ben, amikor mindenki naív volt az interneten, és mindenki szakember volt, és szó sem volt reklámról, meg spamról. Aztán mondom, olyan 90-es évek vége, tehát ilyen 98-2000-ben már elég ciki és gáz volt, ha valakinek ilyen potenciális MTP szervere volt, mert hogy a spamelő azt mondta, hogy írt egy e-mailt, odaadta az OpenVV szervernek, figyelj, itt van ez a 400 címzet, küld már el neki. És akkor más valaki gépét használta arra, hogy szúrja a leveleket a nagyvilágba. Aztán érdekes módon jó pár évvel később hasonló jellegű támadást lehetett ilyen erősítéses támadást csinálni az NTP, az óraszinkron protokollal. És nagyon hasonlóra alkalmas a DNS protokoll is. A DNS protokollal az egyik probléma az, mint látszott itt is, hogyha én kérdezek egy egyszerűt, az sok forgalmat generál, és a válasz általában jó formájú. És ha próbálom növelni a DNS biztonságát, és például ilyen titkosított kulcsokat teszek bennem, aláírásokat, hogy biztos én vagyok, akkor pedig még nagyobb lesz a válasz, mert benne van a kulcs is. Úgyhogy legrosszabb esetben akár 50-szer akkora válasz jöhet. Tehát elküldöm 100 bájtot, és visszajön 50-szer akkora válasz. Ez egy elég jó kis erősítési tényező, már 50-es erősítési tényezővel már néhány tranzisztor is megelégsz. Számolnak egy 100 megabitos internettel, fölgyűlődés támadást lehet összehozni. Tehát otthon internetről le lehet mondani, és kérjük fel egy szolgáltatót. És ugye hány 100 megabites lehet találni mondjuk egy UPC-nél? No, nézzük a fent említett támadásoknál, tehát a GERPS blogja ellen is, meg a DynDNS ellen is azonosítottak egy malware, a Mirai neve. Ez japánul jövőt jelent, egyébként egy animéről nevezték el, és a szerzőjét úgy hívták, hogy Anna Senpai. Ugye a Senpai az azt jelenti, hogy ilyen idősebb, tehát korban előttem jár a felsőképzett diák, a Senpai, stb. Stb. Érdekes módon a forráskódja 2016-ban kiadásra került, tehát bárki hozzáfér, mint forráskódú rendszer, nagyon bájos. Célpontja a Linuxot futtató ügyük, telnet portja. És azért a telnet protokoll egy elég régi, ugye ma már mindenki a titkosított SSH-t használja, de ezeken a kütyükön, ez a kütyük képzeltek, hogy megfigyelő kamera, tehát itt a garázsajtó mögötti kamera, és nyitva hagyja az internet felé, hogy otthonról meg tudja nézni, hogy mit tudja a kutya, mit csinál, vagy kis routereknél, tehát egy bizonyos ilyen, hát főleg kínai származású, hogy csináltak egy Linuxot, ami viszonylag egyforma volt, a kütyüre ráillesztették, viszont rajta maradt nyitva a telnet port. Továbbá alapértelmezett jelszó, lehetett tudni mondjuk régen a BIOS-oknál is, hogy a Phoenix BIOS-nak ez az admin jelszava, amit nem állítottak be. Na, a Mirai-ba is van 60 ilyen username password páros,
hogy aki nem állította át a gyárilag kapott jelszót, arra bement. Érdekes módon, illetve nem meglepő módon, a fertőzött készülék normálisan működik, időnként kicsit belassulva éppen dolgoznia kell más, mint amit az ő kis gazdája gondol, de egyébként normálisan működik. A jó az, hogy nem ír fel dolgokat, tehát ha újraindítom a gépet, akkor eltűnik. Tapasztalat szerint viszont, ha bent van egy irány, újraindítom, akkor följön tisztára. Körülbelül 3-5 perc alatt megint ott lesz. Mert akkor olyan környezetben van, hogy ott a környéken már figyel a többi, és azonnal megfertőzik. Nagyon érdekes a kódból lett világos, hogy azonosítja a konkurens rosszindulatú szoftvereket, és blokkolja őket a memóriában, meg blokkolja a vezérlő portjaikat. Tehát el nem tudja távolítani a fertőzést, de amíg ő ott van, addig más nem lehet. Nehogy már versenyezzenek az erőforrásért, az a többi. Ami egyébként több tudományos cikket is megír, és nagyon érdekes, mert ugye az otthoni gép egy céges hálózat nehezen, viszonylag nehezen fertőzhető volt, frissítések, rendszerkorzat, tűzfalak, stb. De az otthoni, tehát a nagypapa számítógépe, az egy nagyon jó terep arra, hogy lehessen fertőzni, és ez meg ráadásul a kütyüket fertőzi, hogy hogyan találják meg a vezérlő gépeket. Tehát ez ilyen több rétegű hálózat, hogy megfertőzök sok kicsi kütyüt, meg otthon a nagypapa 300 acceleronját, ami nem egy combos, és nem fogok letoszolni bele 600 gigabitet, de hozzáteszek a néhány megabitet. És ezek a valahogy, de nagyon érdekes és nagyon jó algoritmusra keresnek egy vezérlőgépet, és el is osztják, hogy egy vezérlőgéphez csak 2-3 ezer ilyen bot csatlakozzon, és ha az kezd föltelni, akkor már másik vezérlőgépet keres. És a nagyon nagy hálózatok azok ilyen 2-3 rétegű vezérléssel rendelkeznek, és akkor legfőbb azt mondja a megrendelő kérésére a szállító, hogy erre a célhálózatra 100 gigabit, 2 órán keresztül, mert ennyit fizettek. Puff, megy a támadás. A forráskód ismeretében régebbi támadásokra is azonosították, hogy ezt ezzel követték el. Például 2014-ben az egyetem ellen volt egy elég masszív ilyen gyors támadás. Ez általában ilyen security vitákból jön, tehát valaki észrevesz egy bankot, publikálja, stb. És akkor kap egy támadást, hogy ne beszélj róla. 2017. januárjában Brian Kersz azonosítja a készítőt, hogy ki az Anna Senpai. Szintén anime figurának az Anna Senpai, az animébe szerepel, egy Farasz Jana vezető emberke, aki azt tagadja publikusan, blog, visszaszól, nem én voltam, stb. Az érdekesség az, hogy 2017. decemberében az FBI 3 embert letartóztatott DNS támadás miatt, ugye ott a Home Security beszámít, stb. Na, az egyik az volt, aki tagadta, hogy az Anna Senpai. Többet még nem tudunk az ügyről. Illetve még annyit tudunk, hogy ennek az emberkének egy DDoS támadások kivédésével foglalkozó cége van. Tovább is van, mondjam még. Nem tudom, ősidőkből megvan még a Commodore-on a flopival zenélő, úgymond vírus, az ilyen albán vírus volt, mert az ember maga másolta és terjesztette, csak bizonyos zeneszám után kiakadt a fej, és Budapesten egyetlen egy szervizes volt, aki vissza tudta rakni a fejet a helyére. Na, üljük ezt a problémát. Jó, most van itt fel, hogy azóta már bűnösnek hallottam magát ez a paras. Oké. Nem tudom, hogy mondják a nevét. Na most például 2016 novemberében a Deutsche Telekom hálózatában 900 ezer router kihalt. Mert nem sikerült a műványfertőzés, de beledöglöttek a routerek. Azért képzeljétek az ügyfélszolgálatot. Egyébként Magyarországon is volt ilyen. Valószínűleg, ezt senki nem vallotta be, a egyik nagyobb internet szolgáltatónál, ott a DNS szervereknél is van, ami volt, hogy Open Relay a DNS szerver, ez a rekurszívnál is ott az, hogy bárkinek rekurszív. Ez egy hibás beállítás ma már. Mondjuk 15 évvel ezelőtt nem volt az, de ma már hibás beállítás, mert ugyanígy, hogy engedni akarnak, meg megerősítéses támadást veszélyt. És az egyik szolgáltató, amit kiosztott routert, az Open Resolver volt, és a saját hálózatán belül le tudtunk veled baszolni. Nem az volt a cél, mert valakit megtámadtak, csak előbondott össze a szolgáltató, mint akit támadtak. Jó, hát szerintem ennyi, hogy miért is fontos az ilyen internetre feldugott kütyük biztonságával foglalkozni, azt hiszem ez így bemelegítésnek érzékelhető a probléma. Hát egyrészt jönne a lényegi rész, de nincsen egyszerű dolog, akkor mit csináljuk?
ez még nagyon gyerekcipőbe jár. Ott kezdődik a probléma, hogy mi az az IoT vagy IoT vagy valami. Ugye mondják, hogy Internet of Things, hát, hogy a kütyük internete. Bár van egy nagyon jó fej, meg mindjárt mutatom az előadásának az URL-je. Ő azt mondta, hogy Internet of Stupid Things, tehát Jeff Houston. De az a lényeg, hogy a két nagy európai szervezet is foglalkozott már, tehát erre már azt mondanám, hogy bizottság, de ez nem ilyen kijelölt bizottság, hanem ez a Rightnál ez úgy működik, hogy ő meghirdeti, hogy van ilyen, és akit érdekel, az csatlakozik, és részt vesz a csoport munkájába, ő neki annyi dolga, hogy elmegy egy adott konferenciára, ahol vannak ezekben összejövetelek, és mondjuk az internet üzemeltető, ugye hivatalból az internet üzemeltető szakemberek vannak, akik viszont annyiban érintettek, hogy rajtuk keresztül fog menni ez a támadás. Fölmerült olyan, hogy például olyan van az, hogy wifi tanúsítvány, így lehetne egy ilyen minimális biztonsági pecsétet. Én csinálok egy kamerát és forgalmazni akarom, akkor leadom egy non-profit szervezetre egy tanúsításra, és azt mondja a szervezet, hogy ebben az évben ez megfelel. Ez nem jelenti azt, hogy fél év múlva is megfelel egyébként, ugye mai ismereteink szerint megfelel. Tessék? Ne, ez a lényeg, hogy van olyan tanúsítás, ami pénzlehúzás, tehát... De ki mered jelenteni, hogy ez bármilyen vizsgálatról ki mered jelenteni, hogy ez most 5 év múlva is jó lesz, vagy 2 év múlva is lesz? Hát ugye az interneten a HTTPS-en vannak ezek a kulcsok, és időnként kiderülnek szolgáltatókról, amik rosszul csinálják, és akkor azok megszűnnek. És ez így végig megy a böngésző gyártókon, hogy most éppen valami kínai cégtől többet nem fogok minden ilyen kulcsot. Ilyet is lehetne csinálni, például egy böngésző szól, hogy én ismerem ezt az eszközt, ez teljesen biztonságtalan kapcsolt ki. Ott van a webkamera, vagy a kamerám, és egyszer csak nem tudok használni. Pontosan. És akkor vásárolok, akkor meg engedt károsítani. Igen, na most erre... Ezért fogsz előbb-utóbb olyat az eszközvenni, aminek megvan ez a tanúsítványa. Nem. Olyan hálózatot fogok építeni, amiben ezek csak egy porton mennek, és így jó, nézzük. Menjünk tovább, mert ez mindjárt így. Tehát aztán fölmerül, hogy milyen alapkövetelmények lennének. Ebből sincsen még konszenzus. Mondom, ez mind ilyen tanakodós dolog még, hogy mi legyen belőle. Például ne legyen alapértelmezett jelszó, hanem admin, hanem mondjuk a MAC adresszét írom be, az már nehezebb, mert a MAC adresze távolból azért nem látszik. Persze ismerünk olyan neves autógyártót, akinek van GSM interfész az autójához, hogy a szervisznek tudja jelenteni, hogy most már jönni kellene meg hasonló, és ott is be lehet lépni az alvás számmal. De van egy probléma vele, ha én megszólítom rossz jelszóval, ő visszaszól, és a válaszol benne van az alvásszám. Ezért nem akarok reklámozni, ez a bajnokvégi csavaros márka, ahol kiépített. Őnekik is van mit tanulni, és ők azért nem egy ilyen webkamera árban mozognak. Jó? Na most, a másik nagy probléma, hogy ugye a tanúsítvány feltétele az is lehet, hogy én biztosítom, hogy kiadok hozzám frissítéseket. Ez a mobiltelefonokból is, mert hogy veszek egy rettenetesen combos tök jó kínait, aztán az életben nincs hozzám több szoftver frissítés, vagy nagy cég is előadja azt, hogy kijön egy bizonyos változattal, ezt csak fél múlva nem ad hozzá tovább frissítést. Ami elég gáz. De ugye azzal, hogy a frissítések miatt, viszont lehet, hogy azt mondom, hogy ennek valami minimál díja van, vagy valami, és akkor én az a vendorból ki, hogy hozzákötöm a gyártóhoz, mert én vele kell, hogy foglalkozzam. Továbbá mi garantálja, hogy magyar építőipar módjára eltűnjön az a cég? Tehát a Kínában a 6. csukkasor 2-es hajó az arrébb megy, aztán keresetem, hogy hol. Úgyhogy nagyon nehéz, és inkább kérdések vannak. Tehát jók voltak az észrevételek, csak nagyon-nagyon sok kérdés van, hogy hogy lehet ezt úgy megoldani. Az is elhangzott egyébként itt, hogy azért is a Rájt, meg ezek az internetes szervezetek foglalkoznak vele, hogy hamarabb kezdjék, mint az amerikai villamosmérnök szövetség, az IE, vagy például az ITU, ugye az pénzbeszedés lesz. Tehát az biztos. Tehát azért ugye az Internet Engineering Task Force, ugye az interneten tudjátok, hogy működnek a szabványok, ezek az RFC-k, hogy valaki ír egyet, beküldi, annak vannak különböző állapotai, két független megvalósítás után lesz szabvány. Tehát ez egy
viszonylag nyílt dolog, és nem olyan, mint az IE, ahol a Cisco bead egy szabványt, akkor a HP csak azért is megváltoztatja, hogy nehogy már a kész Cisco termék legyen, hanem még költeni kelljen a fejlesztésre. Tehát ott már nagyon csúnya üzleti dolgok mozognak, míg ebben a körben nem. És ez is elhangzott, hogy hamarabb kell lépnie az internetes társaságnak, mint a kormány, pláne a kormányzatoknak, tehát az meg még rosszabb. Hogyha a kormány meg törvény, valamit majd kell szabályoznia, de nekik is, de azért ez, hogy meglátjuk, hogy hogy csinálják ezt jövően, később az ország. Ami nagyon fontos, hogy amiről itt már regéltünk az interneten és átéltünk ilyen támadásokat, meg ahogyan futjuk a fejlődési spirálokat az internet biztonságával, ezt a kultúrát kell terjeszteni az IoT fejlesztők között is. És ez olyan szinten is kezdődik, hogy ha én most C-be programozok, akkor nem STRCP-t használok, hanem STRNCP-t. Ugye van az, hogy írok biztonságos buffer programot, hogy nincs buffer overflow, meg ilyenek. Től kezdve nagyon sok minden is. Több rétegen keresztül. Ennek tényleg megvan az igazolva, csak össze kellene rakni a kockákat, de csak ez most erősen idézőjelben. Aztán az egyik probléma, hogy pontosan az IoT az egyik nagy mozgatóerő az IPv4, IPv6 váltásban. Ugye gondolom ismerős, hogy már évek óta rettegtetnek minket, hogy elfogy az IP cím, elfogy az IP cím. Annyira nem fogyott el, illetve elfogyott gyakorlatilag, de annyira nem baj ez, mert nagyon sokan azt csinálják, hogy a hálózatok NAT mögé kerülnek, tehát egy IP cím mögött itt a komplet kollégiumok vannak, mint közelítéssel. A másik pedig az, hogy például a websájtokhoz nem az, hogy egy IP cím egy websájt, hanem egy IP címre rá lehet tenni sok-sok websájtot, tehát annyira nem. De gyakorlatilag a Rite-nál, meg az ICANN-nél elfogyott a kiadható IPv4 címtartomány. Tehát már nem lehet így hivatalosan vásárolni. Most még virágzását éri a másodlagos kereskedelem. Például az MIT-nak az ősidőkből volt egy PER 8-as, tehát 16 millió címet tartalmazó IPv4 tartománya. Ő ezt eladta. $15 per IP cím. Körülbelül most itt mozognak a PER 24-esek, tehát a PER 24, PER 22, tehát a 256 1024-esek, ezek ilyen $15 per darabért lehet vásárolni. Tehát ha valakinek van még mondjuk 3 darab PER 24-ese, akkor az legyen 2 darab egyszerű számolni, 512 IP cím, $15-ája van annyi lehetőbe, azonnal van rá. Ugye az IPv4-e, most az elméleti maximum, nem menjünk bele, mert vannak fenntartott címek, nem mind használható, de ugye 2 a 32-en IP cím lehet. Az IPv6-on 2 a 128-on. Hát itt nem is írtam ki, tehát 38-ra múlva elég csúnyán néz neki, nem írtam annyit még. Tehát rengeteg IP cím van. Jó, kicsit másképp osztódik, meg ilyenek, de ott azt a problémát tényleg kivédi, hogy nem lesz elég IP cím. Ott lehet osztani. Az a baj, nem állunk át pillanatok alatt, mert ez nagyon nagy dilemma volt, nem teljesen kompatibilis az IPv4-jel, és nem is könnyű átjárni a kettő között. Tehát ha én csak IPv6-ra kötöm a gépemet, akkor mai nap jelenleg rengeteg IPv4-es tartalmat nem érek el, ha csak mondjuk a szolgáltató nem biztosít egy átjárót. És nem egyszerű. Ez gyakorlatilag olyan, mintha egy ilyen NATO-s tűzfalat kell biztosítani, talán vagy egy proxy szerver, tehát egy elég nagy erőforrás igénye van. Vannak technológiák az átjárásra, de ennek elég nagy az erőforrás igénye, és kiüzemelteti, kifizeti a jövőjét is. Már van, nagyon sok tartalom van IPv6-ban. Csak IPv6. Olyan, szerintem nem lesz, hogy csak IPv6, mondjuk 5 évet, biztos. Az a baj, hogy jelenleg nagyon jól el lehet üzemelni csak IPv4-jel, mert hogy rengeteg szolgáltatás nincs még IPv6-on, de azért kell foglalkozni, hogy akár céges szinten is az IPv6-tal, mert ha egyszer robban, akkor ez nagyon hirtelen lesz. És addigra már jobban van tapasztalat, meg konfigurálni miért, mert azért van számos mutatója is. IPv6-ban csomó mindent megoldottak, ami az IPv4-ben probléma volt, ilyen DHCP-zés, meg tartomány, meg ilyenek, de nem mindent. Például az ilyen forrásszín, hamisítás dolgokat azon javítottak, de nem teljesen oldották meg. Ez dilemma volt az IPv6 tervezésén, hogy mennyire legyenek kompatibilisek az IPv4-jel. Hál' Isten egy nem akartak túlzottan azok lenni, mert akkor egy csomó problémát nem lehetett volna megoldani. De nem eléggé rugaszkodtak el szerintem.
Jelenleg az a helyzet, hogy teljesen jól megvehetik a nyugdíjvé matematikus, de egyszer hirtelen durrani fog. Ez most az én magánvéleményem. Egyszer hirtelen durrani fog, és akkor nagyon jó, ha már nekem ez megvan. Mert van egy-két macera vele, meg kell tanulni dolgokat, tehát kicsit más. Például meg kell, azt nem jelent, egy IPv6-os címet már nagyon macerás fejben megjegyezni. Meg egyéb ilyen dolgok. Jó, ezt a mondatot nem én találtam ki. Az IoT-ben az S-betű a security-t jelenti. Érdemes ezt a Jeff Houston-t, ő az ausztrál kollega, tehát ő a CERN-nek az ausztrál megfelelőjénél dolgozik. Nagyon jó előadó. Nem is annyira ausztrál tájszólásról beszél. A RIDE 74-es konferencia tavaly itt volt Budapesten, és pont erről az IoT dolgokról beszélt. Nyilván az internet szolgáltatók szemszögéből, itt van a link a szájtokra meg a videóra. Hát Internet of Stupid Things, tehát baj van. És azt mondja, ő pessimist, azt mondja, hogy reménytelen. Tehát biztos, hogy teveleszünk olyan dolgokkal, amik feltörhetők, csacsogni fognak, fladolni fognak, rosszalkodnak, és ezt le kell tudni kezelni a szolgáltatóknak. Érdekes, hogy most itt nem mondom végig az esetet, ez egy belgiumi, nem is egy eset volt, hanem több eset. Ugye az egyik cím, egyik probléma az a matolással, ez a carrier grade NAT, amikor egy komplet szolgáltató a teljes hálózatán, T-mobil berakja a NAT mögé. Akkor a rendőrségnél, tehát a támadások esetén is honnan jön a támadás? Az adatosítása hirtelen olyan bonyolult lesz, hogy én látom a publikus IP címet, meg kell keresnem azt a szolgáltatót, és ő neki borzasztó mennyiségű dolgokat kell nyilvántartani, abban az időben ezt a belső IP-t milyen külső ilyen portra hozta össze. Ez óriási nagy munka, és ilyen nyomozásoknál ez lassít. És van egy ilyen Whois adatbázis, ez például egy IP címet be tudom kérdezni, hogy kiét. Az Europol azt mondta, hogy, és ez a Rightnak szó alapvetően, meg az ő viszont örülnek, hogy minél pontosabb legyen a Whois adatbázis. Ne legyenek ilyen nagy matok, mert nem lehet mögé belátni, nem lehet azonosítani. Belgiumban elfogadták törvénynek egy éves bevezetéssel, néhány eset után, amikor rendőrség benne volt meg, tehát ennek megvan az előtörténet, most nem mennünk be, és ott törvény szabályozza, és a szolgáltatók elfogadták és megegyeztek, hogy jó, akkor ez lesz az a szám, tehát ez a 16 felhasználó lehet egy IP című szolgáltatónak följe. És egyéb útba bevezették és meg is csinálták. Ennek ugye az az értelme, hogyha egy támadóhoz ki kell menni és meg kell kérdezni, hogy ki volt, akkor például előtte volt az, hogy egy IP cím mögött 50-60 ember volt, és azt mondta rá a belga rendőrség, a belga hatóság, hogy ez zaklatás, ártatlan gyanúsított vagy azért, mert te ugyanazon az IP címen voltál, mint ő betört téged, miért fogottatnak föl, hogy mi történt. Úgyhogy ez a Belgiumban ez törvényi jelenleg, hogy egy IP cím mögött legfeljebb 16. Felhasználó lehetik. Egyszerre 16 lehet. Ezt pontosan nem tudom. De így kell. Ezt logolni, mindenféleképpen logolnia kell, arra nagyon kemény előírások vannak, hogy logolnia kell a szolgáltatónak, de terrák fogják keletkeznek magunkat, több terrák fogják keletkeznek magunkat. Két év. Tehát gondoljuk bele, hogy havi több terrák, magyar szolgáltató mindenben havi több terrák fogokat két év után. Azt hagyján, de jön a rendőr a keresni. Tehát vannak erre módszerek, és ez a mindata. Alja. Tehát borzasztó dolgok vannak. Egyébként időnként persze, épp érdekként meg üzemeltetőként azt mondom, hogy a jogászú módszer elgúl, és köszönjük a való világban őket és a való életben. De valami alapján persze van. Egyébként Belgiumban 40% fölött, lassan 50% az IP-adat elérhetősége, pontosan emiatt, mert nincs elég IPv4 címük, és nyomogatják az IPv6-ot. Na most, azért még halkan megjegyzem, ugye láttuk mennyivel nagyobb az IPv6, mint az IPv4. IPv6-on még nem volt számottevő támadás. De ha lesz. Tehát az... Ez majd a robbanás után, amikor eljönnek a tartalomszolgáltatók IPv6-ra, aztán majd a támadások is IPv6-ra, és akkor úgy megint mentünk egy spirált a fejlődésben.
rosszabb lesz. Jó, csak még egy adalék, hogy ha az én kütyümben nem tudnak bemenni admin adminnal, meg nem doszolok, meg ezért, csak az ilyen adatszivárgás, meg hogy áll össze a kép. Van egy Strava nevezetű, ez ilyen fitness futó, merre kocogtam, mennyit futottam, milyen idő alatt. Egy ilyen berendezéseket, meg szolgáltatásokat adó cég. És például 60% kedvezmény van USA fegyveres erőkkel. Kütyüre is, hardware-re is, tehát nem csak a szolgáltatásra. És ezeket fel is töltik ugye a felhőbe. Ennek mi az eredménye? Ez itt Mosul városa, és hol vannak Strava adatok? Úgynevezett hitmen. Na, és hol lehet adom, hogy bármi Mosulban adatai? Vagy hogy néz ki belülről az a bázis, ami titkos, nem látni be, és fegyveres őrség van, de hogy van ebben az utak? Meg az épületek, meg az ilyenek. Jó? Kell ezt ragozni? Hogy nagyon jó ez a felhő, meg fölüljük a felhőben, meg MQTT, meg adjújtsuk az adatot, de ki látja, és mire használja. Tehát bizonyos mennyiségek után robban a minőségi felhasználhatóság. És ezért nem lehet számon kérni szerencsében kocogót, hogy az ő okos karbántja, órája miért küld adatot. De összeáll a kép, és közel a heatmap-et. Tök vicces volt, amikor a Counter-Strike-ot játszotta az ember, és meg tudta nézni a logokból, hogy az adott pályából vannak a nagy csatlakozások, gondolom ismerős így. Na most hát ez a... itt is megvan. Jó, csak hogy mire kell gondolni? Vagy értve hát ez a klasszikus, hogy erre nem is gondoltam. Tehát hogy hova küldöm az adatot? Ilyen szempontból egyébként kulturálisan én látom egy különbséget Európa és USA között. Kusában ezzel nem foglalkoznak, ott megszokták, hogy a hatóság azt tudja, amire hallgat, ugye az NSA volt rány sem, amiatt pattant ki végül is, hogy hú, hát miért gyűjtötte a hatóság az adatot, hanem az, hogy miért adták el harmadik félnek. Tehát ott egy kicsit más a hozzáállás. Európában ugye itt van most gondolom, aki a szakmával hallott, ez a GDPR, az a egyéni adatok védelme. Hát ez egy izgalmas probléma lesz. Ugye ez májustól érvényes törvényi szabályozás. Az egyik probléma az, hogy ez azért európai szabályozás, tehát az adott országnak is alá kell tenni a törvényt. Nagyon komoly változások vannak, viszont nincs még magyar törvény, tervezetesen. Nem ismerős lesz. Bírságról annyit, hogy egyébként helyenként a régi az infotörvény, gondolom ismerős ez a adatkezelésre, ami eddig vonatkozik magyar szerint, helyenként majdnem, hogy keményebb volt, csak voltak benne bájos kivételek. Például az infotörvény azt mondta, hogy személyes adattárolásra az beleegyezést kell kérnem. Ez a GDPR-ben is van. Az infotörvény az, hogy kivéve, ha ez a beleegyezés kérése aránytalanul költséges vagy bonyolult. Másik állásfoglalás szerint a támadó IP címe a személyes adat. Tehát ha én a Kínából jövő betörést logolom, akkor személyes adattárolást végzek, és engedélyt kell kérnem rá. És kérésre törölnöm kell. Ez még rosszabb a logóból. Képzeljétek el egy cégnél azt mondani, hogy jó, elmegyek a tétől, töröljék minden személyes adatot. A mentésekből? A logókból, amiről az előbb beszéltünk? Hogyan? És ha töröltem belőle, akkor a hatóságnak már hogyan lesz bizonyító erej? Jó, hát még most nem megyünk be, de izgalmas kérdések. Jó. Tovább gondolva. Strava tanult a dologból, nyújtott egy olyan szolgáltatást, hogy kérésre, ha megadod, hogy te itt laksz, akkor annak egy körzetéből eltünteti az adatokat. A probléma az, hogy az itt lak az egy pontos koordinátor, GPS koordinátor, a körzet az egy fix sugarú kör. Ha három irányból megközelítetted, akkor pontosan ismert a körillesztetőre, és megvan a lakcíme. Nem jött össze. Háromszögelés már régóta használt, még nem volt internet. Igen, de gyönyörűen. Nem erre a körre illesztésre van egy gyönyörű... Hát ez még ilyen nagy számítógép az alacsorban forszakva. Az egyetemen a tanszékek így járt ilyen mérés adatokra a körbe illesztés. Ez egy jó kis feladat, és hát ezt a számítógép tök komolyan. És hát az egyik tanszéken hát nem annyira végig gondolva a specifikációt a kollégák, leküldték az adat. Tarikat, hogy erre illeszenek törvényt. De ennyit mondtak, és küldtek három bár a radiót. Programozók pedig kicsit
megvakarták a fülük tövét, majd a három pontra tökéletesen illesztettek egy kört, és visszaküldték a paramétereket, hogy ezt sikerült elérni. Persze nem mondták, hogy ez egyenes, vagy parabolát, vagy mit. Úgyhogy... Szóval nagyon fontoljuk meg, hogy milyen adatot hol tárolunk és kifér hozzá. Nincs olyan, hogy ez nem érdekes senkinek. És elképesztő mennyiségű adatot tárolnak. Úgyhogy gondolom ismerős, hogy a Google-ig rákeresel valamire, aztán a telefonon már dobja is egyítetéseket. Ezért egyébként a... Hát a magyarországi mondjuk azt, hogy number van hálózati szakértő, és társaság azt mondta, hogy azért hetente kétszer így rákeresni a női fehér nemű egy férfi embernek, csak hogy szórakoztatóbbak legyenek a bejövős hirdetésében. Hát, Fehér nemű. Az a szó, hogy bemész a Google jobbodba, és meg tudod lépni, hogy 10 évvel ezelőtt mit néztél meg. Nem, és ezt nem csak ilyen látom. Van egy sokkal rosszabb, ami szerintem sokkal veszélyesebb. Ugye az autóban van Bluetooth kihangosítás. Kiugrasz az autóba, berohansz a spárba. És kapod a hirdetést. Ugyanis most már, hát még a spár nem biztos, hogy most csak véletlen most veszel ez a nép, de az áruházak már foglalkoznak arról, hogy erre a közeli kommunikációval, és például egy okos ártábla, azt emit változtatja, hogy a végsődeni árát, mert mondjuk az szintén, hogy utca melyik felől jöttél, a belváros felől, a drágár felől, akkor más nem rakultak, mint a kihangosítás. Ki kell kapcsolni a Bluetooth, csak ez nem életszerű, amikor beszólok a kölcsemmelyért. Tehát jövök haza munkából, és azt mondják, hogy hú, figyelj, megszáradt a kenyér hozzá, akkor nem kapcsolod ki a Bluetooth-t, mert a kocsiból kiszámít a szalagot, és kész. Szóval nincs olyan, hogy nem érdekes adat. Valakinek biztos, hogy érdekes, főleg ha elég sokat és elég sok mindenkire össze tud gyűjteni, akkor borzasztó sok mindenre használunk. A másik, ami még itt az Európól meg a belgák környékén előjött, hogy az a pontosabb új adatok. Reakciós sebesség. Ezek a dolgok olyan tempóban is úgy zajlanak, hogy hát a magyar hatóságok azt sem tudják, hogy miről van szó. Ők még teljesen más, de nagyságrendekkel más időléptékben dolgoznak. Egy ilyen támadás esetén, hogy azért is kell a pontos új adat, ha engem támadnak, akkor fél óra, órán belül, ügyelet első éjszaka, melyik nincs olyan időszóna, hogy itt most, igen, itt most éjszaka van, de le Indiában. És hát a magyar hatóságok ezt abszolút nem tudják kezelni, tehát nem egyszer volt, hogy nem egyszer tipikusan az szokott történni, hogy megjön a hatóság, és mi történt? Mondja meg, adja oda valamit. Mikor volt ez? Mondja le, 3 napja. Engem nem kötelezett törvény ellentétben a telekommunikáció szolgáltatóval, hogy őrizzem a naplókat, nekem 30 napon túl erről nincsen naplóviszolgálása. Tehát a magyar rendőrségünk a 3 hónap az ilyen, ugye az még bájos, ha már nyomozási szakaszban van, akkor még sokszor évekkel ezelőtt. Mi történt azon a számítógépen 4 évvel ezelőtt? Ez a számítógépen volt itt 4 évvel ezelőtt. Hogy melyik gép, hol, miről beszélünk? Jó, azért még itt az adatvédelemről annyit itt a GDPR környékén, hogy azért nagyon durva a helyzet, mert az EU törvényben 20 millió forint a maximális tűzben, a GDPR-ban 10 millió euró, vagy az éves forgalom 4%-a, amelyik a nagyobb a kettő közül. A Qualcomm az most kapott egy 987 millió eurós büntetést. Nem adatkezelési okokból, de egyébként az EU-ból. És ezért fontos az EU, mert ilyen szintű szabályozásban szerintem még egy Németország is kicsit tud lenni, mert áthelyezi a cég a székhelyét a szomszédba, és akkor már mindjárt más. Hát, nehéz dolgunk lesz, szerintem ennyi beszélhető. Szóval mielőtt internetre felszúrunk valami kütyűt, legalább ennyi paranoiát kérek, de inkább többet. Jó? Ez a klasszikus dilemma, a rendszergazda dilemma, hogy paranoiás vagyok. Na de elég? Jó, nem olyan bonyolult már összerakni MQTT szervert, saját szervert, stb. Főleg, ha ilyen épületet vezérlek. Gondoltunk bele, hogy szokások, mikor jövök haza. Tehát most már nem kell ott az utcába autóból nézni, hogy mikor kapcsolnak lámpát, vagy elmegy 2 hétre az apósom, akkor néha elmegyek és kapcsol valami zajtvillanyt, vagy ugye most már ezt lehet kicsiteni. De habol adat szivárok, akkor van egy esetnek
tudnak, hogy megcsinálják maguknak a kütyűt, és nem vesznek egy olyan távhőmérőt, ami Kínába küldi az adatot, és onnan lehet megnézni. Igen, tehát ez lett volna a kérdésem, hogy ez akkor gyakorlatilag a nagy tömegben előállított mások által is használt protokollokra vonatkozik. Tehát ha én például veszek egy ilyen Sonoff kütyűt, nem tudom, hogy ismered. Igen. Én most történetesen azzal kezdtem, hogy ami benne volt, kisikáltam, meg sem néztem a kutyáit, és beletöltöttem a sajátom. Nem vagyok annyira benne, hogy ezt pontosan átlássam, hogy mi minden van nyitva, mert ugye kapok egy ESP 8266-ot, én nem tudom átnézni, hogy az a 200 akárhány kilobájtnyi program, ami egy ledet ki meg bekapcsol, az vajon mit tartalmaz, de mondjuk azt gondolom, hogy hát ha ez történetesen, mivel én a saját protokollomat tettem bele, akkor nem ad ilyen olyan, ezzel az irányokban. Ilyen szempontból jó a saját protokoll, azért egy dologra fölhívnám a figyelmet. Security protokoll senkinek kezdjen el fejleszteni, azok vannak készen. Elképesztő matematikai és tudomány van mögötte, borzasztó hibán kerültek ki a OpenSSH-re. Ne kezdjen senki saját titkosítás, meg ilyeneket, vannak bányokat, lehet használni. És figyelje a frissítéseket. Egy kicsit sziszi-puszi munka. De ugyanez Xiaomi vagy akárhogy mondják, ő neki egész jó most az a bot vezérlő kütyűi, és azt viszont egyszer ki kell engedni a netre, hogy fölé legyen, de utána már le tudsz halasztani. Tehát a gyártó tudni fogja, hogy van nála milyen, de folyamatosan már nem kell, hogy kicsacsolni. Aztán még egy adalék, Huawei. Azt hiszem most fejlesztési igazgató, az néhány állás előtt 10 évig a kínai hadsereg fixezés parancsnok helyettese volt. Vagy a Kaspersky az még aranyosabb, az egy kicsit hosszabb történet, de igen. Vagy a Cisco, vagy általában van egy külön szoba, hogyha a hálózati eszköz érdekes helyen megy, akkor össze a futószalag csinál egy kanyart, nem fedeznek még bármiket. Igen. De ugyanez egyébként a kínaiak, tehát ők egy pragmatikusak és nagyon jó nép, olyan szempontból, hogy ők nem abban a stílusban adják elő, mint az amerikaiak. Tehát ő nekik az, hogy gazdaság, részvény, állam, kötvény, piac részesedés és hadsereg, ez ugyanannak a skálának a különböző részei, tehát hogy győzünk meg téged. Afrikai Nemzetek Szövetségének adtak egy szép házat. Megszponzorálták, fölépítették. Teljesen, hálózattal, mindent. Na, itt a bányátok? Most buktak le. Valakinek feltöltött hajnali kettőkor megudult a hálózati forgalom, az éppen megvan küldi el a megfigyelési adatokat Kínába. Meg hát borzott, az egész így kell gondolkozni, hogy az elezést az egy közkörkérdős, és legalább négy ilyen kis autót láttam. Ezek ugye mind távirányíthatóak. Azok történetesen, azok a kicsik nem, de ott fönt láthattál olyan. De van, de lehetének. Hogyan irányítjuk ezeket távolról? UDP. Aha. Van titkosítás? Nincs. Kinyílok egy laptoppal és neki látok rógeózni más autójával. Pontosan. Most ez ugye addig nem vicces, mivel az autó fél kiló, mondjuk már 5 kilós. Vagy mondjuk két tonnás. Vagy két tonnás, igen. Akkor már nem annyira vicces. És arra már van kérő példa, hogy élesben bemutatták, hogy hogyan lehet autópályán haladó autót távirányítani. Ugye ez azért vicces, mert a kormány szervonál bejött az elektromos. Ez nagyon jó, mert parkolni sokkal könnyebb, meg ezzel van az önvezető. És hát ez több szinten lehet hackelni. Egyrészt ugye a jogi okokból a autó csak akkor vezetheti magát, ha a pilóta még figyel. Ha elengedem a kormányt, akkor pár perc múlva kikapcsolod az irányítás, jelzi a műszerfalon, aztán kikapcsolod az irányítás. Honnan tudja ezt a elektronika, hogy a vezető figyel? Hát úgy, hogy a kormányszervó időnként belenyújt, és ha ér az ellenállás nyomatékot, akkor a keze rajta van. Tehát mit kell csinálnom? Félikre sütítő szikszalak rá a kormányra, és mehetek hátra, mit kell lőzni, mert nyomatékot érzékeli, és vezet. De az a baj, hogy ez rádió volt. Tehát a jármű hálózatok is több kategória, egy jármű hálózatban is több felé van szedve. Hát a szórakoztató rész, ott van Intel, meg Android, meg ilyenek, hát az egy nincs kategória, nyilván. Azért az ember azt mondja, hogy az ABS meg a motorvezérlés egy kicsit jobb, tényleg egy kicsit jobb. És azt, hogy most központizálat, tehát megy az autó az autópályán, a másik mellé megy és központizálat vezérel, ez még mondjuk talán a vicc kategória. De hogy ABS letilt,
Jó, mert a hűséget nem tudja. Elektronikus videó, tehát be tudnak menni távolról a szórakoztató elektronikába, és hogyha nincs rendesen végüléssel leválasztva a járművezérlés a szórakoztatóval, akkor előbb-utóbb találni még tűzlet és átmenni. Ugyanaz a, ha ugyanaz a kemusz van, és úgymond nincs tűzfal, akkor át tudnak menni. Még az is kellemetlen már, hogy elkezdik fölpumpálni. Mondja bele, mi ez a beállított 21 fokos levegőt, de szépen fölcsempészi 34-re. Egy hirtelen megszólal 200 wattban valami muzsika. A demo az egyébként így kezdődik, egyre hangosabb zene, aztán majd bekapcsolják a sebességkorlátozást, aztán befékeznek. Úgyhogy néz az autópályán. Ez autópályán különösen különösen, hogy elég jön valami 100 szorzal hátulról. Nyilván ezt nem lehet megcsinálni, A bankrendszereknél, hát egyrészt igen, azt lehet változtatni, hogy megszoktál meg az évek, van olyan, hogy a beszállítók több beszállítnak, és nem is tud egyik a másikról, nem mit tudom én, de nem akarok újabb mutatni, van olyan kolléga, aki több évet lehúzott banknál, bankkocskánál, mondjuk ami nem akkora, mint akár meg magyar, többszörösen mindegy ütvére. Mi is a kérdés? Hogy milyen a hálózat? Teljesen jó akadályozva a napi rendszerben az ügyünk. Tehát ott a security, tehát a hálózati security, amit én tudok így, aki néhány kolléga dolgozott ott. Tehát az üzemeltetők és a fejlesztők azok folyamatosan az válnak, és a number van ellenség a security csapat, a saját security csapat. És itt jön a klasszikus, szintén security-s kolléga mondás, hogy hálózat biztonságát a használhatóságig lehet fogni. Igen, akkor már biztonságosan még használhatatlanul. Ez egy dilemma, hogy én mennyire bonyolítom, hogy jó, UDP. Most egy MSP430-on nem fogok tudni titkosítani. Jó, de egy Tiván már van a helyes módon is, az már nagyon jó, combosan fog titkosítani. Igazából a rendszerű az átra egyébként, hogy őt betámad egy vagyok. Igen, ez egy örök prioritás. Igen, de másrészt meg honnan... Azért kellenek úgymond hátsó bejáratok, mert ha te távolról is el akarod érni, meg máshonnan menedzselni, és így a mai világban meg tipikusan a gépek már nem ott vannak az irodát. És innentől aztán megint bonyolódik a kérdés, nem kicsit. Minden biztonsági problémánál a bankoknál is az a függ, hogy emberekkel dolgozunk, nem csak számítógépekkel. Ahol én dolgoztam, a belső hálózat az meglehetősen jó állat a külvilágtól. Egész addig, amíg valaki úgy döntött, hogy neki a szobájában több gépet is szeretne használni, és behozhat szolgálnak egy saját rútert, és bekapcsolat a gyári alapért a vizetjelszóval. Onnantól, hogyha valaki megáll, nekem ez a rémálmom, megáll az épületen egy laptoppal, elég megtalálni egy ilyet, a védett hálózatban. Az IT security demonstráció következik, hogy hogy működik az IT security? Jó? Láttátok? Tehát ez az egyik IT security dolog. A másikat azt most nem fogom tudni megtalálni, de mindegy, azt most nem találom meg. Tehát az úgy néz ki, ismerő szerintem a mém, hogy van egy ring, bemutatják, hogy első menet következik. Ebben a sorokban tűzfal, vírusírtó, biztonsági intézkedések és minden IT security. Ebben a sorokban átlagjuska. Ki fog nyerni szerintetek? Volt most ez a... Hallottátok szerintem, hogy Hawaii-ban a rakétariasztást adnak ki, éleset a teszt helyett. És akkor az egyik blogger írni akart egy cikket ilyen szoftver ergonómiáról, hogy hát azért a menüben nem biztos, hogy szerencsés, hogy a missile alert alá beteszik a missile alert test menüpontot, mert ha mellé kattint, akkor mi van. Aztán a srác teljesen mást írt a blogjában, ugyanis megnézte a TV híradót, akkor nyilatkozott az emberke és elmagyarázta, hogy mi a baj, és kikockázta, kinagyította, hogy a monitoron ott van sárga cetliben a login név fasztölt, hogy hakítani azt a rendszerhez, mint a TV híradó után. Ezzel nem mit csinálsz? Milyen tűz van? Most még ehhez egy pont, amit mondtál, itt a faluház és az önkormányzat. Az önkormányzatnál ugye olyan adatok vannak, amikhez a hozzáférés kritikus.
közös hálózaton vagyunk, és itt, ha valaki bejön internetezni, akkor bent van a önkormányzat lanyjába. És amikor elmondtam, akkor annak a cégnek, aki egyébként ezt a dolgot kemény külső cég kezeli, csak így összetette a kezét, hogy örülünk neki, hogy megy még a szerverünk, nem módosítunk most rajta semmit. Előző munkahelyemen egyetem ismerős, ugye ott 20 ezer felhasználó, tehát 20 ezer lélek. Mondjuk az e-mail szerverem 21-22 ezer akont, úgy méretre, ugye szarvas, Békés Csaba, tehát úgy mekkora is a hálózat. Pont abban a korszakban, amikor az SMTP Open Relay probléma volt, ugye ez úgy indult, hogy a 90-es években minden tanszéken, én is úgy kezdtem, az egyik tanszéken csináltam egy Linux-os szervert, az lett a tanszéki web meglevelezés, hogy mit tudom én, és ott ment a Form 1-es lista, és az olyan jó. 2000-es években egyrészt sapkát váltottam, mert a tanszéki kutyaütőből az üzemeltetésért felelős mérnök vettem, és hát csináltuk szabályzatot, hogy hát emberek, ez nem így kellene, hogy itt van nekünk, mennyi volt akkor, mit tudom én, 10 darab per 24-es címtartomány volt legalább, vagy 14, hogy mindenki menjen a netre, hanem a levelezést úgy kellene, hogy csak egy gateway-en keresztül, és azon megnézni, hogy ez most spam, nem spam, vírus, stb. És hát elkészült a szabályzat, vezetés nagyon nem értette a történetet, de hát ott volt készen a szabályzat, hogy hogy legyen. És ez egy csendes augusztus időpont volt, akkor azért az egyetem az olyan, mint az iskola. Annyira nem kihalt, mint egy általános iskola, de azért eléggé csendes és sok a szabadságolás. Megjelenik három emberke. Illetve szól a telefon, hogy informatikai vezető és egy mérnök futólépésben a rektorhoz. Hát fölfele menet, úgy gondolkodott az ember, hogy főleg a főnöke, hogy mit rontott el, és hogy éri ezt túl. A rektornál három emberke, sötét öltöny, egyik az szakértő, a másik kettőnek ilyen fülhallgató pisztolytársa. Hol állunk marihuánát? Mi van? Hát kinyomtatva, még az leporálom, mutatja a szakértő, hogy itt van az e-mail, és ezen marihuánát áll. Tehát valószínűleg az történt, hogy az amerikai keresőmotor erre a 20 óra triggerelt, és az amerikaiak leszóltak a magyaroknak, a magyar rendőrségnek rohant. Elolvastuk az e-mailt, hogy te figyeljetek, itt nem a marihuana a probléma, mert van, hogy nem tudsz aludni, kirúgtak vizsgálni, hogy ott a barátnő alvás problémák. Küldd el a bankkártyát számát, meg a PIN kódot, és kapsz 10 dollárért marihuánát. Gyerekek, nem a marihuánát, ez a mellékszál. Egyébként pedig annyi köze volt hozzá, hogy az egyik, de ilyen, tudod, megnéztük a fejlécet, IP cím, hiszen ez egy tanszéki szerver, de ilyen régi novel, azért másfél órába telett, mert kulcsot szereztünk ahhoz, hogy itt a szerver. Bejutunk a kis szobába, és mondjuk a szakértőnek, hogy tessék itt a szék, itt a konzol, le lehet ülni, itt a szerver. És így szakértő, konzol, az mi? Mondtuk, hogy nem ön a szakértő? Hát de ilyet még nem látom, hát nincs start menü meg. Jó? Kapott egy tanfolyamot, hogy mi az a jó felvillé, mi is áldozatok vagyunk, és csak rajtunk keresztül küldték. Nem is ez volt, ki is magyaráztuk magunkat, a hatóság el is ment. De hát utána azért a rektor egy beszélgetésre hívott minket, és hát ezt hogy gondoljátok, és ízés? Mondtuk, hogy rektor úr, másfél éve itt van ez a tervezet. Mi hiányzik róla? Az aláírások. Jó? Ki is kell hirdetni. Iszik-e? De szerintem még a parkolóból nem ment el a hatóság, lett elfogadott szabályzat. És persze volt olyan tanszékvezető, aki szólt, hogy hát azt így nem lehet. Jó. Itt egy A4-es papír, büntetőjogi felelősséget tudatában kijelented és vállalod. Ja nem, akkor le? Oké. Okay. Tehát ez így működik, hogy a szakembernek fel kell készülnie. Hát váltottam már ilyenek miatt állást, hogy ugye mentén szőnyek szélére, hogy ez miért, meg így, meg úgy, és bocs, 6 hónapja leadtam, én szóltam. Elnézést, abban azt írtam, hogy 4 hónap múlva lesz baj, 6 hónap múlva lett. Nem szerettek, amikor ez így mondjuk heti 2 ilyen kiderült. Ezek a hatóságok különben egyébként a magyar olyan gyönyörűek. Tehát az egyetem ilyen szempontból jó volt, hogy hát azt nem mondom, hogy havonta, de mondjuk évente többször járt a hatóság is rendesen. Én most nemzetközi környezetben gondolkozok, nem kell visekedni. Tehát az Anglia Egyetemek is vannak pontosan ugyanezek a történetek, csak máshogy kigyelni az illetékeseket. De itt is van olyan, hogy történt, hogy telefonálnak, ez az IP cím. Van napló? Van. És adásul ez már gyanús volt,
mert aznapi eseményről kérdeztek. Ez péntek délután két. Hát akkor kijönnének és megnéznék. Mondom, mikor látok? Hát jövő. Mondom, jó, akkor elmegyek egy kávéra. Teve utcával indulnak péntek délután kettőkor. Haza már nem megyek, de... Leérek a kávéautomatához, csörög a helyzet, hogy itt vannak. Hűnyen, 16 perc alatt. Valami van. Na, leültünk, tök normálisak voltak, dolgoztuk. Hát elkezdünk összeszedni adatokat. Na, akkor adjam oda a pendrive-ot. Mondom. Hát ugye ezeket az adatokat csak akkor adhatom ki, hogyha gyakorlatilag házkutatási parancs megfelelő. Jaj, ő nagy a csapat. Ugye, hétfőn minden papírt hozunk, csak addig nem volt az adatokat. Oké, megkapták az adatokat, hát azért van ugye a való élet meg a szabály. Még egy kicsit ott, ők is ittak egy kávét az automatából, kísérek ki őket az épületről, ugye nagyon navigálni. Az ajtóban mondják, hogy te figyelj, ha a nemzetbiztonságiak jönnének, mi nem jártunk ám itt. Nem, hogy a rendőrség volt. Akkor már nem megyek haza. Szóval a kávét, titkár, hogy figyelj, gyere gyorsan, telefon, ki az nemzetbiztonság? Honnan tudtad? Kicsit úgy csináltam, mintha adatot szednék össze, megkapta a nemzetbiztonsági is adatokat. Kifelé menet közli a hölgy volt a vezető, hogy ha a rendőrök jönnének, mi nem jártunk át. Mondjuk én. Tehát ami a amerikai filmekből ismerős, hogy a 2-3 és 4 betűs hatóságok egymás ellen, az itt is megy, amikor más minisztériumhoz, más parancsnoksághoz tartoznak, akkor mindegyik a magas statisztikáján próbálja növelni. És a legbájosabb az, amikor tök jó nyomozás volt, forró nyomoz, sikeres volt, mindegy. A legvégén még ilyen utolsó papírmunkák, meg még ez az aláírva, mit tudom én, és hogy lerakom a fülhallgatómat, kihallatszott a zene, és akkor kezdődik, hogy te John Mayert hallgatsz? Igen. Tudsz adni? Ez milyen minőséget megkérdezed? Ez már teljesen összes. Jó, akkor adj egy pendrive-ot. Jó, szerintem ennyi lenne most. Ha még kérdés van, itt is vagyok, nem rohanok el. Még 15 évvel ezelőtt körül éppen állítottam be a e-mail fiókot, stb. És valószínűleg, hogy vagyis küldjem a levelezést, és akkor mondom, főleg, hogy SMTP-szerrel fölraktam, és egyszer csak azt láttam a forgalomban, hogy ilyen 2.16, 256, tehát úgy elkezdtek pörögni a számok, tehát ennyire szkennelik a netet, tehát ennyire kell... Igen, tehát van ilyen, hogy például ha fölraksz egy Windows-t minden gyári beállítással védve, akkor annak esélye, hogy olyan szoftver is van a gépen, amit nem te telepítettél, tehát ilyen valószínűséggel fél óra múlva 98% hogy van rajta olyan szoftver, amit nem te raktál fel. Ha ez nem tűzfordul. Praktikusan azt jelenti, hogy nincs idő feltölteni a frissítéseket, letölteni a frissítéseket, hamarabb feltölteni. Tehát időkérdése. És most szerint rövid időkérdése. Rövid időkérdése. És viszont nagyon. Mirály 3-5 percen belül visszafertőző. Tehát a 3 perc az ilyen 90%-os valószínűség. 5 perc az a 99,99. De ezek a szkenelők, ezek is azért fogják a netet. Persze. Ezek fogják a netet, meg generálják a forgalmat. A probléma az, hogy viszonylag nehéz detektálni. Tehát a hőskorban volt, tök egyszerű volt, mert fogtam a netem, nem tudok ilyen görbék, hogy hálózati forgalom. És akkor tök egyszerű volt, mert hogyha hajnali 3-kor ment ki levél, az ugye mi lehetett? Vagy az, hogy végzett a mentéssel, vagy egy feltört fiók. És így lehetett detektálni, hogy belenéztél a hajnali robokba, kiszedted, hogy ki levelezett, és akkor az egyetemen is megkérdezhet, hogy figyelj, Jósi, te éjjelben voltál? Hát ő nem. Jó, akkor figyelj, jelszóváltás, izé tudod, vírus. Tehát. De ezek úgy átalakultak évek alatt, hogy ráül a gépre, figyeli a felhasználói szokásait. Például megjön nevéből, tudja a kávéját, és elolvassa az e-maileket, és válaszolva. Tehát ez olyan tipikus munkaciklus, hogy van egy reggeli e-mail, meg mondjuk egy déli e-mail kiszűrés. Na, erre 10-20% forgalmat látesz. Most a monitorozó rendszered mire riaszt? Tehát az ősidőkben elég volt az, hogy hoztál egy értéket, azt átlépte a jobb, akkor riasztottál. 2000-es évek közepétől ez úgy volt, hogy neked tudnod kellett, hogy van egy napi, kivéve szombat-vasárnap, van egy heti, és mondjuk az egyetemen persze a nyár az mondjuk teljesen más forgalmat generál. És ezeket tudnia kellett a szoftverednek, tehát nem olyan threshold volt, hogyha a levelezés elfényt a másodpercenként fizet, akkor támadás van. Nem. Attól függ, hogy mikor. Tehát ilyen periódikus, és ezek mind bonyolítják, és hát
Igen, a mesterem mondta, hogy azért jó ez a szakma, mármint az informatika, mert csomó olyan problémát megoldunk, ami nem is létezne, ha mi nem lennénk. És így tudjuk magunknak a munkát biztosítani, de tényleg elképesztő. Ráül, tanul, figyel, nem feltűnő, de régebben az volt, hogy a vírus valami tönkretett, elrontott, stb. Ma már nem erről szól, hanem beül, botnetre figyel, minél inkább észrevétlen, inkább még a más kártevőket is onnan kirúgdos, hogy ne feltűnösködjél, akkor már csöndbe legyél. Mi itt húksolunk a sarokba. Hát, én azt is furcsán, hogy itt van például a Samsung készülékem, és azt láttam, hogy merül az akkumulátor, és nagyon gyanús nekem, hogy esetleg vagy valami hekkelés van itt, hogy direkt lesz ott kívül. Hát ebben, hogy mi okozhat, például akkumulátor merülésre az egyik legaranyosabb, hogy a Facebook Messenger szerver oldalon már módosítottak a szoftveren, ami miatt 30-40%-kal csökkent a kliensek akkumulátorját tartalma, mert ott valamit elrontott. És nem az, hogy kikapcsolod, az uninstall kellett. De hát az Androiddal, hát nekem sok bajom van az Androiddal. Van androidos készülékem, de... hát ezek egy lefrissítés időben. Eleve ez a hirdetési modellre alapuló dolog, hogy az a csatorna, amivel ő a hirdetéseket neked adja, értem, hogy ez tehát ingyen van, de ja, ha valami ingyen van, akkor te vagy az áru. Így van. És, de ugyanazon a csatornán sok minden más is jön. Most van olyan, akinek az Androidján nincs valami vírus írtok? Miért lenne? Miért ne lenne? Rendszeresen fog. Jó, hát jó, nincsenek fiatalok a családban. De. Igen. És az is érdekes, hogy jönnek reklámok az akkumulátor védelemről. Tehát csak szoktak, vásárolhatok. Igen, szoktak. Igen. Mint ez a bizonyos patami. Igen, ő is ugye akkora DDoS-t csinált, hogy csak na, de ő kivédés várul. Hát ez ugyanaz. Egyébként olyan is gyanús, hogy lassulnak. Hogy pár év múlva olyan frissítést adnak ki, hogy lassuljon tovább a készülék, hogy aztán majd vegyék újat. De hát ennek van más magyarázata is. Ezeket nem tudhatod, meg szerintem addig jó, amire nem tudjuk. Tehát az, amit a Kaspersky, tehát az a legjobb az ember kimaradt belőle. Persze nagy tudomány volt az még egy közbeszerzésnél, vírusírtó közbeszerzésnél. Ment a tanakodás, meg a műszaki, ugye mert mit csinálok én, hát a műszaki szempontokból összehasonlítom, nyilván az ár is ott van egy tényezőnek, és akkor bejön a Kaspersky, aki 40%-os áron jön a többihez képest. Ismerve a magyar közbeszerzés, csak azok őt kell megvenni. Hát a magyar közbeszerzésben éveken keresztül a Kaspersky volt a nyerő. Hány helyen fut? Sok, nagyon sok helyen. És hát ne legyen illúziónk, a megfelelő amerikai gyártóknál is megvannak a hatósági átcsókak. Mindenki, aki nem csak vagy. Most márka nevet említek, de a Sophos fölvásárolt egy német céget, aki ilyen Linux alapú 20-valgat gyártott az asztalót. Most Sophos bizonyos termékcsaládja ilyen, tehát van más is. Ők adnak jogi nyilatkozatot, hogy semmilyen hatóságnak, semmilyen ismert és szándékos átcsókokkal nem rendelkezik. Ugye azt nem, hogy nincs olyan biztonsági rés, ami még nem ismert, de a hatóságot kihasználják. Ezt ebből is gyönyörű történetek vannak, hogy a biztonsági rések egy részét a gyártó valószínűleg tudatosan nem forrózta hosszú éven keresztül. És ezek például olyan gyönyörűen össze tudnak adódni, hogy az egyiknél ismerté vált egy tűzfal gyártó cégnél, hogy hát a tűzfal forgalmat el lehet tárolni, és elvihetem. Ugye erre mi volt a válasz? Hát igen, de ez nem akkora kár, mert azt titkosít a digitális kulcsokkal. Majd pár év múlva kiderült, hogy igen ám, de van egy mesterlelcs, amivel az összes titkosítás összefejthető. És aki eddig évekig begyűjtötte így a forgalmat és csöndben volt, akkor most a mesterkulcsal vissza tudja keresni. És ezek valószínűleg, hogy az egyik hatóságnak ez a kapu volt, a másik hatóságnak az a kapu, csak amikor ez rossz kezekre összeállt. De ugyanaz a Kaspersky hogy derült ki? Kaspersky így. Úgy, hogy az izraeli titkosszolgálat bement, és észrevette, hogy mit csinálnak az oroszok az amerikaiakkal. A holland titkosszolgálat. De most mindegy, egy másik ország. Hogyan lehet az ember biztonságos, tehát ez a mennyit ér meg?
a legtöbb támadó az nem egy különösen okos ember. Meggyőződésem, hogy a legtöbb ilyen mirai üzemeltetőnél mindenki, aki ebben a szobában van, több ellenek képes. Tehát viszonylag egyszerű akadályokkal meg kell akadályozni. Ne lehessen egy belsesházni a gépünkre, ne legyen titkosítatlan csatorna, nekem már több szemben át történt fel, kivétel nélkül mindig úgy, hogy megtudták a jelszót. Tehát nem úgy néztek ki, mint az ilyen filmekből a háromdimenziós varázslat. Ne használjunk titkosítatlan csatornát, változtassuk a jelszót, figyeljük, hogy ki lép be, legyen egy tűzfal, ne hagyjuk nyitva portot, amit elén szükség. Ezzel a támadások 99%-át ki lehet védeni. Amire nincs szükség, ne tegyünk le. Tehát én szedek valahonnan a szoftvert, ha nincs szükség, pláne ha nem értem, hogy mit csinál, ne tegyük le. Abból csak baj lehet. Lehet, hogy most nem is baj, de abból később baj lehet. Tudjuk az IT eszközökből mindig a szembe szoftvert. És ezt nem fogok tudni sosem frissíteni, mint a hátlapos. Sőt, meg mindegyik olyan szerencsém van, mindig külön akar a hálózatot, különböző cégekhez feljelentkezni a felhőzőt. Akkor ezeket nagyon fogom védeni. Külön házakat építesz meg. Van egy nagyon jó hasonlat, ami 10 évvel ezelőtt az emberek rájöttek, hogy nekik több marhamos kell, és elkezdtek marhát háziasítani. Ez zseniális ötlet volt, mert volt szinte ingyen marhamos. Csak ezzel jött pár nagyon kellemetlen betegség is, például lett a pestis. 10 évig tartott, amíg megoldottuk ezt a pestis problémát, most már van a vakcina és van marhamos is viszonylag olcsó. Ugyanez lesz az internet, azzal a sok kacattal, amivel tele van az internet. Most szokni fogunk arra nagyon csúlyan, és majd nem érve. Ez így kialakul. Ez a gyors fejlődésnek az erője, hogy ez nem 10 ezer év lesz. Vagy hatalmas szóval. Ha 20 év, akkor megszívtuk, ha 5, akkor a kérdés. Vagy az emberek egyszerűen rászoknak, hogy IoT használatú már kezet mosunk. Csak ilyen szekundában például, hogy gondolták, az egyik neves izógyártó, illetve más is gyárt elekül a gyártó, nem akarom mondani, hogy az Philips, azt mondja, hogy RGB vezérhető, ez tök jó, óriási mágiája, tényleg nagyon jó dolog, ne wifi legyen, mert azon az mindenkinek van wifi-je, csináljunk zigbee hálózatra, az már legalább a telefonban nincsen, és az egy. És egy nagy irodaház felső szintjén csináltak egy zigbee-s hálózatot, és ott már mindent ezzel vezéreltek. Az ötlet tök jó egyébként, egyrészt ugye a zigbee az is olyan volt, hogy nem a 2,4 GHz-en van, hanem akár lejjebb infrekina, ahol nincs akkora tolongás, meg ezt nem akar mecsetelni, ezt így tudjátok. És az ugye az így tök jó biztonságos. Aztán azért persze, hogy valakinek eszébe jutott, hát akkor valami penetrációs tesztre kérjük fel majd szakértői brigádot, és hát rohadtul figyeltek, hogy mi rában jön. Majd időből rájöttek, hogy nem ők azért még az én szokat. Jó, hát akkor cseréljük vissza a földre. Nem lehet. A következő csinálta a támadó. Fölküldött egy drónt, ami már találtott az IG hálózatban. Azon keresztül sikerült simán feltörni, mert ott aztán ilyen tipikus nagycéges hibák történtek. Lecserélte a firmware-t, és a flashback ütötte a biztosítékot, hogy ezt többet ne csinálhassa meg senki más. Tehát ezek után, ha helyre akarod állítani az izzót, akkor az izzóból ki kellene forrasztani a flash-t, és vissza, hát ez senki izzón ez már nem éri meg, tehát szétszedni sem lehet szrébülésmentesen, és kész. Tehát az, hogy zigbee-nek, az tök jó ötlet. Valószínű, senkinek nem éri meg, nem tudom mivel foglalkozni, hogy otthon még a zigbee-s hálózatulat, de még a wifi-t sem valószínű piszkálja. A wifi-t a szomszéd fogja piszkálni akaratlanul, ahogyan összeoltod, de az is már elég. Tehát ilyenekkel lehet, de mennyit ér meg? Tényleg ez a, ugyanez, hogy mikor járműtechnikát tanítottam, és akkor hú, tanárnak biztos az autó riasztója. Mondom, hát nincs. Hát miért? Hát mondom, van egy nyámi immobilizer, meg van egy 555-ös IC, meg egy piros LED, amit szem van. Rajta, kicsit lassítsen rajta, tehát nem lehet egy főnök a. Ugyanúgy az IT üzemeltetés, hogy van a fejlesztő, aki kidolgozza, hogy ezt egy új szerver, új szolgáltatás így ledokumentálja, és átadja az üzemeltetőt. Most az egyetemben, ahol 10 voltunk mérnök, ott sem vált ez széljel eléggé. Mert én kifejlesztettem, és átadtam magamnak üzemeltetni. Na milyen volt a dokumentáció? Jó, hát van egy-két grafomán kollega, aki írja a doksit, de nem mindenki olyan. Csak egy például egyetemi hálózat, ez 2005-ös előadás, tehát hogy miről beszélünk.
szeret, most éppen is, hogy saját szemben egy megközelelődött, de belelátok a borítások dolgokat. Fejlett, hozzáértő, támadva a védeket lehetett. Tehát kész esélyben most fel lehet adni. Most ugye kijött ez a spektrum, mert nálam, amikor a hardware dolgozik ellenem, akkor nincs esélye. Nem szoftverekről beszélünk, tehát itt a szoftver az egy dolog, az a tipikusan rossz szakértő, hogy figyelj, megveszed ezt a tűzfalat, ezt az ízét, ezt a terméket, ez majd megold, ne. A biztonság az folyamat. De nekem egy eljárásom, rendemnek kell lenni, hogy jön egy új kütyű, azt hova rakom, hogy vizsgálom be, hogy teszem be. Tehát ez egy eljárásrend, és ez egy ilyen kör. Tehát az nincs, hogy megcsinálod és kész van. Ehhez kapcsolódik az a kérdés, amit föltenni. Hát, hogyha én fogom magam, fölteszem egy raktár, úgy, ahogy van, föltelepülő, egyrészt akkor mi az, ami a utána következő frissítés, ami megtörténik egy perc alatt, minek vagyok ez alatt ítélve, és minek vagyok azután ítélve. Az első lépés, hogy fölveszel egy ismeretlen egy disztribúciót, hogy nem akkor megnézem, hogy mi vagyok. És hogy nincs itt akkor semmi, tehát semmi szolgáltatást nincs kifelé, akkor nagyjából akkor az ilyen alapértelmezett az támadó, tehát megmondom, hogy 90%-a, akkor nagyjából biztonságban vagyok. Mert akkor már csak az a bántatlan, amit én csinálok, ha letöltöm például valamit, és ez így nem szokott megtörténni nyugszal. Tehát mondom, hogy nincs olyan, hogy jön levél, amire, hogy káviztam az egyenet, akkor már feltelepülettem a vele. És ilyen tényleg a legtöbb, és akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha én nem teremtek semmi érdemek rá, akkor lázi nem is vagyok amilyen célpont történetesen, mert tudják, hogy én egy nagy bank vagyok, egy nagy ez, nagy ez, nagy amaz, hanem csak az ilyen szokvány. Mindenki célpontja, meg nincs publikus IP címe, hanem valahol egy nap működő kicsörgő. Vagyom, hogy mesélek valamit. Hogyha nincs nyitva port, akkor a felmet számító gyébként azt fenyegeti, amit a felhasználó, tehát amit te csinálsz. Minden tömeget kell észkedni, tehát mit tudom én. A klasszikus példa, hogyha egy fórumon mondják, hogy töltsd le ezt a scriptet, és ez meg megoldja a problémát, az ember letölti a scriptet, mutatja, ez ilyen Garmini dolog. Elég. Szóval volt már rá példa, hogy ez a script nem azt csinál, amit nem csak azt csinál, amit kell egy megoldani. Az ilyenekre kell vigyázni. Erre vigyázni, hogy viszont sokkal könnyebb, mint dolgozom. De arra a 99% támadásra az ember biztonságban. Azért is az van, hogy azért az látszik, hogy a desktop, tehát mint a Linux Mint, ami desktopra készült, azokat, és én mint ugye régi motoros, azt látom, hogy ez kényelemre készült. Webkamera a bedugón működik minden hardware és mágia, és érthető, ezt lehet adni a nagypapának, aztán nem teszik valamivel jobban jár, mint a Windows-on neteznek. Azért a szerver telepítés az úgy megy, hogy fogok egy Debian, Demonstrapper fölrakom, ott van rajta 80 csomagra, és semmi szolgáltatás, és csak azt rakom föl, ami kell. És így elkezdem összevonni. És akkor megint ott vagyunk, hogy ne legyen rajta olyan, ami felesleges. Ha itt vagyunk, hogy beszélek egy kicsit ilyen tűzfal elrendezésekről, meg hálózat szervezésről, egy-két fogalmat. Van egy olyan külső szerver, az olyan szerver, ami a nagyvilágban elérhető szolgáltatás, például a webszerverek, az ilyen. A külső hálózat az olyan, az egész elérhető fele. Nyilván ez a kérdésben. A router, a külső router az, ami a nagyvilág és az én cégem közötti. A router tűzfal az itt csereszabatos dolog. A belső router az a belső hálózat és valahol van. Ugye a csomag, a szűrők is van a csomagszűrő, tűzfal és van a proxy. A proxy az gyakorlatilag azt mondja, hogy a teljes protokoll, tehát elmegy oda a webkérés, ő megmondja, és tovább küld és új kérést. A csomagszűrő csak azt látja, hogy megy egy 80-as, 4-4-3-as dologra egy kérés, de mondjuk ő már nem látja, hogy mi van az uberelnek. Kicsit egyszerűsítve a dolgokat, nem biztonságos protokoll, bármelyik protokoll, amiben nyílt szöveg közlekedik, például levelezés, stb. Termet, ilyenek.
Hát lehet egy olyan egy útet. Ez az tipikus, hogy fogok egy ilyen útet, és általában nem tudom szinten, hanem nagyobb a teljesítmény igénye, és azzal védem a belső hálózatomat. Ez itt a legegyszerűbb eset. Itt is az az alapszabály, hogy azt érdemes csinálni, hogy és a mai útszeret ezt elég jól megkezelik, lehet azt a kényelmes dolgot, hogy kifelé mindent engedek, befelé bejöhet a válasz. Elég fontos ahhoz, hogy látja, hogy milyen kérés megy ki, és a bejövő válaszért elfogadja. De azért, ha ez kicsit komolyabb, akkor ne így csináljuk, hogy minden mehet, hanem azt mondom, hogy letiltom mindent alapértelmezetten, és amit elég berakok szabályt, hogy mit szabad. Ez működsebb, mert akkor majd jön egyszer csak valaki könyvtáros, hogy ő elérni az MTMT-t a 9000-es sporton és nem érje, akkor föl kell venni a szabályt, ha ez jogos. Erre mondom, hogy folyamat, hogy például egy cégnél le kell írni, hogy ki engedélyezheti ezt. És nem jó, ha a rendszer azt engedélyezheti. Tehát van az engedélyezés, és a bármilyen rendszer, az az, aki beállítja a szabályt, és azt valakinek engedélyezni. Ez jó, ha egy nagyobb kutya, mert a rendszerben az nem fog tudni a nagy kutyákkal harcolni. Már egy közepes cég is. Aztán hát lehet olyan csinálni, hogy egy szerver így például a levelezést, és beengedem a levelezést. Hát például arra, hogy egy kisebb cég levelezése így bejöjjön, az határeset a webszerver már nem szabad így berakni. Klasszikus elrendezés, hogy van egy külső rúterem, ott a nagy világ, ide rakom a szerver, egy belső rúter, és ide a gépeket. És ugye ide be tud hatolni a nagy világ elég jól, de ha ezzel bármi baj történik, akkor nem éri el a belső gép. És akkor így zónákra osztam. Nyilván ez ugye azért macera, meg lehet ezen egyszerűsíteni, hogy olyan eszközön valami, mint három áll. Ugye ezt a részt hívják DMC-nek, de mit van az átzónának. És akkor hát itt van egy szabályrendszer, hogy azt, hogy több szerver kapok a külső hálózatba, az teljesen rendben van. Ha összevonni ezt a két útert egybe, ha elég okos a úterem, hogy az úszvonal, akkor megtehetem. Azt, hogy a szerver legyen a belső úterem, az nem jó, mert arra be tudnak jönni, ha azt megtörték, akkor bent vannak. Tehát azt nem szabad. Több belső router sem szabad, mert akkor melyiken engedem át, hol szabályrendszer. Tehát egy router van, ami belső, ez ilyen, hát egy csorpont, ilyen milyen szűkítési pont, vagy átjáró. Tehát, hogy egy átjáró legyen, mert ha több van, akkor valamelyiken át lehet jönni. Vagy nem tudom, olyan, hogy ilyen karban tartani. Az, hogy több belső háló és egy plusz több router, tehát egy gerinc hálót csinálok, elég nagy van, hogy a DMZ-ből van egy router, ott egy hálózaton a több router van, mint a pénzügy, gyártás, stb. Két termek, publikusok, tehát például a oktatók, diákok, könyvtár, ahol bárki. Nekünk is jöhető volt a kalandok, hogy a könyvtáról bárki bejöhet, leülhet, és még csak azonosítva sincs. Mert nyilvános a gép. Az már másik, mert a laborban viszont a diák az bejön, annak már van username password, akkor már tudjuk, hogy ki volt a tanárhálózat, ez meg megint másik. Hál' Istenből az egyetemistákat sem érdekli, hogy a pénzügyi hálózat őket az annyira nem érdekli. Az EH kérdése inkább, tehát... És hát itt meg, hogy mit érdemes összevonni, ez nem. Tehát ez egy kis hálózat, tehát egy iskolára mit kellene kinéznie, hogy van egy tűzfal, van egy külső szerve, ilyen több szolgáltatásra szokni virtualizálva, és meg több felé szétszedve, ez már részletvédés ilyen szempontból. Ez mondjuk az ilyen web, meg ami kifele látszik. Ez a belső, ez például a belső file server. Itt vannak az autentikációk is, user adatbázisok, stb. És ide mondjuk, itt most három switch van, egyébként pont emiatt, hogy tanár, diák, labor, vagy nyugodós. Aztán, hát ez körülbelül az egyetem, volt nagyon régen, nagyon régen, és itt van ez a rész, hogy itt jön be az internet, egész nap itt jön be az internet. Van egy külső internet, van egy mag, itt vannak az oktatók, itt vannak a hallgatók, és itt vannak a pénzük, meg tanulmány, meg ilyenek, tehát ahol szigorú adatok vannak. És így van szépen. És egymás közt átjárás? Hát ezeken keresztül. Tehát csak a magon keresztül. Csak a magon keresztül. A mag alapvetően nem szűr, mert ott alatt ott a sebesség. Tehát ezt a magrútert azt úgy képzeljétek el, hogy ekkora, 548 darab gigaeternet forgó benne 2005-ben. Tehát ott sebesség van, ott nem foglalkozunk a szűrésekkel, mert hogy nem az az ő dolga, meg túl bonyolult lenne a szabályrendszer. Itt a hallgatókat el tudom intézni, itt meg a Neptun, meg az egyéb ilyen kivételeket. Tehát azokat külön út azért van kettő, mert mindig minden főnökön meggyanúsított egy kettős látás van, mert vegyünk szünetmentest, jó, de kettő. Hogy is lett egyébként. Jó, de hát ezek ilyen megfontolások.
és ez folyamat, és ezt így fejben kell tartani, hogy nem kell, nincs rá szükségem. Ugye ez a tipikus, hogy találok a GitHub-on, vagy itt ott, vagy a, valahol egy kódarabot, az egy tök jó copy-paste berakom. Tök jó, én is utálom úgy, hogy előveszem a szövegszerkesztőt, és úgy kezdem, hogy ezt már kiviszi, és mi a fenét akarok. Ez van már ez a nem jó fázis a munkának először. Biztos a mai világban, hogy biztos már valaki csinált valami most. Az is biztos, hogy csúnya kóddal írta, nem volt ugye úgy, hogy szeretném, és nekem különben se tetszik. Lehet, hogy csak megnézem, és aztán nem azt kezdem elgépelni. Tehát ez így elég rendjé, hogy keresem és használom a netet. Sőt, ha jó a szoftver szépen van megírva, akkor csak mondjuk hozzáírom. Ez sokkal gazdaságosabb, mint nulláról mindig mindent megírni. Nem működhetne. De azért nagyon észre van, nem értem. Meg főleg, hogy gyanús. Mondjuk nem értek a titkosítás részéhez, de a másik részéhez igen, és azt nem olyan jól csinálta meg, és ezért azért nem, akkor a másik részében sem bízok már annyira. Persze lehet, hogy nem ír az, mert ő pont abban szakértő, és ez a részét csak megkérte, de ez csak így lehet. Sok is. Szóval még egyet, azt szeretem volna megkérdezni, hogy ha a VNC-t vagy TeamViewer használok, akkor mennyire vagyok én? TeamViewer az eleve nem mondom, mert már tudj törni be. Egyszerűen, ha neked szükséged van rá, és megengedsz valakit a gépedre, akkor... Igen, de az egy céget használsz, és valami szintű hozzá. Mert most én nem, mert itt szerencsében ebben a körben csak annyi, hogy én mondjuk be akarok. Én már is kétfázisú azon, a TeamViewer-t is, tehát kétfázisú azon a sütást használni. Az azt hiszem, hogy az igényes már is. Akkor biztos lehet, hogy ha egy egyébként csak kell hozzá menni, mert a TeamViewer-t is elkerül. Az így neked oké, akkor csinálj. Tehát a TeamViewer-ről az a baj, hogy egy külső cég. A VNC az már jó, ők SSH-VNC-vel, van egy ilyen VNC, ami SSH-VNC. Nem kell VNC-portot írni, SSH csatornán. Szépen, tehát az... olyan esetre, hogy mit használnál, hogyha nincs a kezedben a publikus IPC-t, ebből nem tudsz jutani. Tehát csak kinyúlni tudsz, akkor mit használsz? Nem fizetős, mert itt minden a nem fizetős. Kinyúl a fixit és érdemre. Ja, akkor neked kell, hogy legyen egy fixit és érdemre. Jó, mondjuk nekem van hostingba is, nekem van hostingba is, meg otthon is fix IP-n van. Akkor ne csinálja őt, ami az meg kell nyomulni. Talán komoly. Tehát ez a mi éri meg. De egyébként, tehát TeamViewer-rel önmagában nincs baj, csak én nem tennék fel egy olyan gép, aminek egészes képeivel tartom. Mert erről nincs szó. Tehát igazából ez így... Kárt csak annyit tudnak tenni, hogyha valaki az a perverzítás, hogy letölti a fájlalmat. Az annyit még tudsz, a DNS megszüntette a szolgáltatást, de arra vannak technikai megoldások, hogy a változó IP-et, tehát amikor új IP-t szerez a gép, vagy a router, vagy valami, az valahol neked jelzi. Küld egy e-mailt, vagy megmondja. Mert a szolgáltató, tehát egy otthoni szolgáltató sem ugrál nagyon az e-mailt az IP címekkel. Tehát viszonylag sokszor visszakapott bizonyos, nem tűnsz el. És ha én alkalmazást csinálok, ami otthonról, akár küld egy e-mailt a gmail-re, hogy benned, az már sokkal jobb. És erre vannak ilyenek, a DNS ilyennek ezt, de most azt hiszem, hogy neki nem ingyenes az a szolgáltatás, de van, igen. De van más ilyen szolgáltató, és ott megint van persze egy külsős cég, aki ugye van bizonyos adatot, de ott is tudsz ilyet csinálni, hogy akkor téged mindig nagyon tartanak. Válaszoljuk is a kérdést, én arra szépen bármilyen, hogy ezek helyetlen. Így, hogy ez is így, akkor azért a TeamViewer. Tehát van benne egy bizonyos kockázat, tehát elvileg az a baj vele, hogy ott egy cégtől függsz. Gyakorlatilag azért az egyedül. Már a cégekből, hogy így van, egyéb délen is, tehát... Hát ugye, ha valaki fogja cégíteni azt, hogy magát, akkor valahol a jó éve kéne ásni, soha előjön. Igen, akkor mit kezd az internettel? Hagyja békén. Hálózatulászigetet kép, ezért a telekomunikációhoz ekkora felső. Aki pedig szeretne holdat látni, az menjen be egy olyan gépre, aminek van internet, az előállás több internet előző lába. Nekem például az otthoni gépes is olyan, hogy én láttam azt, amit a kicsit felhasználva az épületben a útkeztem.
egy óránál kérni felé a forgalmat, és majd töltsön egy hónapot azzal, hogy végignézél az összes csomagot, és megpróbál rájönni, hogy ez melyik támadás. Én az otthoni előfizetés, egy switch-re vagyunk rá, úgy jöttem, és én láttam, hogy legalább három különböző bingozóit, ezt tudom el van törni, mert folyamatosan jön egy bizonyos jól felismerhető fordulat, egy jól felismerhető fordulom, hogyha nekem bingozom nem tudom volna, hogy ilyen távol behatolás lehet. Erre viszonylag jó esetben van. Percenként 10 jelen. Erre jó eszközök vannak, de van egy kicsit szemben a gyalmálkozatban, főleg ha a rúteret olyan, akkor arra lehet ilyen betörés-riasztást. Én nekem azért arra elven, hogy az ilyen viasszal is megvédom a automatán, mert az jó megvédző, hogy történt. Van olyan is, hogy figyeli a szokásokat. Képzeljétek, ugye vannak a TCP meg UTP portok, meg IPC. Képzeljétek el, hogy most az IPC-meket kiveszünk a portokat használjuk. Egy adott gépforgalma, az felfogható, mint egy ilyen vektor. 65560 valány dimenziós, de vektor. Milyen portokon mennyit forgalmazik. Ki lehet számolni a vektornak a jellemzőit, és ezt kiszámolod mondjuk naponta vagy óránként, és ha ez a vektor túl nagyot változik, akkor riaszt. Most csak úgy az egyik elve van, hogy hogy működik egy ilyen általános, úgymond heurisztikus, mert nem jön már ez, nem lehet, hogy egy ilyen kereső. Hogy egyszerűen egy egyszerű vektor geometria, csak csicsomi verzióban, hogy földi halandokat, már három, amikor a négy az már kicsit kezd elmondani. Tehát ilyen szinte lehet működni, de vannak ilyen szoftverek is, akik aztán van olyan, amit időnként ráküldesz és átküldesz, hogy például az, hogy figyelj, ez már régi szoftver, ez frissít, erre tudok frissítést. Tehát ez nem kell mind neked fejben tartani, erre vannak egész jó eszközök. Hát időnként értem, hát sem tetsz. Köszönöm, hogy a dolog az, hogy van neked egy olyan hűszkenyeren, ami az XP már lassan biztonságos. Tehát a mai világban ezt ugye nem tehát elvileg például a kellően paranoid barátom az úgy nevezik, hogy a bővészője egy virtuális képe van, ami minden indítás korsikálódik és szűzgörnyezőről. Egyébként itt környezet ezt csinálták. A gép, ami bejön a hallgató, bekapcsolja, és egy szűz. Ezt ugye kell is, és mi is csináltuk, hogy úgy voltak az akaratok, hogy mit tudom én, ha KED oktatás volt, akkor abban adóra volt a KED 0 1-től a KED 20-ig a napon, de ez mindig sikámolódott. A szünetben mindig cserélődik a diák, addig visszaálltak, mert például a tanárok nem mindegy, hogy a szétbarkod, vagy az eredeti példa a fájlokból indul ki. De ez nem olyan egyszerű már egy 20 gépes labornál sem, aztán amikor 271 géped van egy épületben, akkor egy kicsit el kell kezdeni tologatni az a műveket vele. És megint ez a probléma, hogy mennyi pénzért vállal és mennyit ér meg. Az önkormányzatnál az egy kínos, mert a viszonylag értékes adatokat tárolnak, és nincs látják. De azt érdemes csinálni szakmailag, hogy elkezdeni visszaérni. Tehát van egy ilyen kockázatelemzés. Milyen adatom van, mi baj van, ha kiút, mi baj van, ha megsérül, stb. És prioritási listán csinálni. És én üzemeltetőként nekem mindig megvolt a top listám, és egyetemen azért időnként előfordultak azok az általános esetek, hogy beesett a pénzügyes, hogy tipikusan december 2-án, hogy figyelj, 6-áig kell a számla, találtam, jó, nem nagy össze, most egyetemi viszonylag a több kormányzatot elnézést kérjük, találtam 50 milliót, hogy csináltuk. És hát elővettem a listámat, a legnagyobb tétel van, hogy elefejt az 50 millió, akkor ezt csináljuk, de klasszikus programozási hátiság probléma, akkor ezt oldjuk meg. Tehát készülni kell, legalább listán. És egyébként meg erről szólnak, ami mostában nagyon nagy divat, és tényleg a CISA végzettségű kollégát kellene megkérdezni, mert erről nagyon jól tudna a tovaikot fogas. Mindegy, tavaly itt volt, ő auditált is minket, tehát őnek ez a végzettsége, és rengeteg tanfolyamot elvégzett, hogy ebből több szabvány van, meg több eljárás van, de ezeknek az alapötlete mind jó. Tehát azt, hogy a tanúsítványt megcsinálja, abban 60% undorító papír munka van, és hülyeség is. De az alapötlete mindegyiknek jó, és át kell nézni, és tényleg átgondolni saját folyamatokat. Például, mi történik, hogyha elmegy az ára, és mondjuk nekem szolgáltatnom kell. És ez olyan szinten, nem, sajnos én nem mutathatok ilyen forgatókönyveket, hogy
hol hány irodát állítok föl. Tehát például az egyetemről már bátrabban beszélek, tehát például az, hogy az egyetemen az épületben megsérül, akkor azt mondani, hogy a, először is a rendészet vezetőjének meg a belbiztonsági szolgálatnak kell két ha három napon túl van és fizetés környékén, akkor a pénzügyeseknek kell négy, hogy a fizetéseket el tudják utalni. És hány munkahely, hány telefon, melyikkor a elektromos teljesítmény, elég a 16 amperes biztosíték, hány fázis kell, és ilyen, hogy hol, ha ebben az épületben történik a baj, akkor az a kijelölt oda. Ha abban az épületben, akkor ott a kijelölt oda. Hogy viszek oda internetet, milyen tűzfal, azon milyen szolgáltatásokat kell, mit mondani. Tehát, hogy legyen egy forgatókönyv, és nem ezeket egy kicsit szájbarágosra kell megcsinálni, mert ilyenkor mindenki rohadt ideges. Én sokat csináltam banki rendszert ezzel koromban, a bankoknak, nem a magyar bankoknak, ott nem tudom, de az arra gondolom, amerikai bankoknak élete egyszer el kell játszani, hogy mi lenne, ha ezt az adatcenter meghalna. És ez egy tanulságos példa, hogy kikapcsolunk egy adatcenter, az összes többi épületben három DNS szerver, három különböző DNS szerver kell legyen, média, és akkor kikapcsolunk. Tehát a centert, és akkor kiderült, hogy egy kb. 600-as irodaépületben, ami a három DNS szerver, ahol az egyik abban az épületben volt, a másik kettő egy másik épületben volt, viszont azokkal a működéshez szükséges fájszerver volt a kikapcsolt épületben. Én, hogyha egy önkormányzatban megyek a rendszerbe, aztán én eljátszanék a gondolatokkal, az legjobban a félnek, hogy valaki behova egy olyan fólyait, és akkor egy hétvégén azzal tölteni, hogy megnézzük a kérdett délen, és amit volt lekapcsolva, azokat kapcsoljuk, és akkor próbáljuk például telepkönyv. Például, hogy mennyi adót kell fizetni ebből. Mennyit kell utalni a szociális támogatásra, hogy ezek működnek el. És akkor ilyenkor ilyen, hogy ilyen van mentés, mikor nézzük meg utoljára, hogy ezen a mentések olvashatunk el. Vagy hogy például olyan formátumban van el, amit ki tudnak adni bármikor hitelesen, vagy az a nyomtatóhozzon a számlát, vagy látatolásokat csinál, stb. Vagy hogy például be tudjuk jelentkezni a most már nem bankkal csinálják az egyetlen kormányzatban, hanem a demestárdal, azt hiszem. De ez nagyon jó munka. Tehát ilyen tesztek, ugye például ez a klasszikusan jó, tipikus mentés. Fogok egy, akár egy kis nast, mert nem is kell ehhez beruházni. Csinálok egy megosztást és oda mentem. Mi az a probléma? Ha benyel egy valakit titkosítót, akkor az a közös megosztó, és ez a munkapéldát az nem mentés. Csináltunk olyan rendszert, hogy a Linuxos, Linuxon elterjedt AirSync nevű programmal, Windowson is lehet futtatni, van egy-két trükkje, hogy mit és hogyan kell, hogy megfelelő sebességű legyen, de lehet olyan csinálni, hogy ezt fölülni a NAS-ra, akár meg is lehet osztani, de csak ridolni. Tehát már a NAS-on beállított videóniba, hogy én ott látom a mentéseimet, akár dátumos könyvtárakban is tudom keresni, még ha töröltem is egy fájt, ugye nem nyomhatják a rendszerpazdát. Viszik-e törölt egy fájt, rájött, hogy hopp, ezt még mutintem, meg volt, visszanézik, kimásolja, van egy rész. De ha véletlenül benyel egy titkosító vírus, akkor azt nem tudja betitkosítani. Ez az kinyomtatom. Nehogy betudja titkosítani. Tehát ugye a mentéseket, de az is lehet, hogy nem is kell így. De legfeljebb csak forrósat. Egy ilyen NAS, és a NAS-ok egymást követik, és vannak szinkronizálni. És akkor az önkormányzatban van egy másik szervezet, és az önkormányzat az nagyon szép vannak szóban, és egy másik helyre rakod egy másik NAS-t, amit mondjuk hetente egyszer átszinkronizál, akkor már sokkal nagyságrendeket ugrott az egész alapján szóban. Épület az. Tehát ez egy probléma az, hogy úgy lesz kedves, ami elviszi az egész hálas. Hol én dolgoztam, hogy például onnan van két adatcenter volt egymástól 30 kilométerre, az alapvégfal az volt kockázat elemző, és mondom, mert ha egy tízmeres tonnással tovább, és akkor azt túléljük, a kettőt, akkor már nem is. És ezt úgy mondja, hogy egyébként egy vagy két pár fünk vezérmentetekben? Két vulkán vezérmentetekben, és a horgászterű az az egyetlen cél, amely leállást el tud tudni a vulkán, az nagy vulkán, hogy olyan azt számít. És akkor benne volt könnyű figyelni, vagy még tovább. Még talán szájtok is van? Ugye, csak nehéz előadni, mert nem szabad a de volt egy sokkal kisebb cég, például milyen problémák vannak. Lehet, hogy azért nem lesz államlányhatnám, mert tehát megbeszélték, hogy ilyen teherautó veszel el a dízelgenerátoron belül, és nem hozzá tud lesz állam. És a teherautó veszel el a dízelgenerátoron belül, hogy helyi polgári védelem, ó, nagyszerű, itt van, menjél abban a kórházban, és nem tudom, hogy nem tudom. És ezt ők szépen leálltak.
gondolom nem helyes azt mondani, hogy én van vagyok inkább hajlok, a csecsem, amit akkor azért nincsen is meg ilyesmi. Olyan problémák, hogy a New Jersey építési előírás szerint nem lehet épület tetején nagy üzemanyagot adták. Tehát a vízelgenerátor az épület tetején, ahogy ne menjen az árvíz, de az üzemanyagot adnája föl, az alaksorban. Mert se leengedése halacska felúszik az üzemanyag pumpában. Akkor mi van? Ez volt a sztók, ami volt, és ezért van az, hogy én nem is vállalkoznék egy otthoni hálózat, az nagyobb hálózat biztonsági tervezésére, mert például, hogy ilyen van, tehát a centrálán mit kell csinálni, ezt megszerűen átlátom. Hogy egy Windows-nal hányféleképpen lehet beszélni valami gonoszságot, azt nem látom át. Tehát az így... Az ember egy ilyen jó pár szám nézett Igen. Az egyik datacenterünk az egy olyan hangár volt, mint a 3 Jumbo Jet Fulton, ami még hangár volt. Az jó. Az embernek a különbségét lehet érezni, hogy az amerikai, az angol atom, hogy ugye volt volna. De az a borzasztó, hogy az ilyen datacenter, meg az önkormányzat, az hasonló elveket tud üzemeltetni. Ugye annak idején mindenki magának szerette az autót, meg a vízvezetéket. Most már van meg vízvezeték szerelő, kilombó szerelő. Előbb-utóbb a biztonság is ilyen lesz. Egy önkormányzat az nem lesz saját biztonsági szakembere, hanem különös akkor, hogy bevon a műszaki előírásban, hogy a dojlert az évente le kell szűrni, 5 évente kijönnek meg, hogy megszivárogja a tárt, és fél évente kijön a biztonsági szakembernek, ez ilyen fenyegetések vannak. Ez már lehet, hogy az itt jelenleg szaladgáló fiatalok ebben fognak dolgozni, nem tudom. De hát ugye az autónak is sokat kell fejlődni, az, hogy szervizben lesen jó, meg az informatikát is nagyon sokat. A másik probléma az, hogy azért a századfordulók jönnénket, mert boldog békeidőkben azért az autóvezetés szakma volt és a szakértés. Ugyanez volt 93-ban, 95-ben, amikor mi neteztünk, akkor az netezett, aki tudott magának egy útert összeforrasztani majd egy kis túlzással, de körülbelül egy ilyen szinten álltunk. És átéltük azt a korszakot, amikor a földhívulás a nullának, amikor megjelentek az első behívós lakossági szolgáltatások, akkor ilyen ezek a hozzá nem értők jönnek a netre. Aztán ez még fokozódott sokszor utána, hogy kik jönnek. Tehát ugyanez, hogy ma már egy autóvezetés nem szakma, abban nem menjünk bele, hogy milyen vezetési képességet, tehát nem kell érteni hozzá. Én se szerelem otthon a valaki nekem azt, hogy a középjutás gondolom két járművéhez tüzési sorás voltam, magát kéne rámoztam ezért, hogy szerelőnek viszem az autót, tehát kirövegem. Ugyanakkor a, ott van a 5 éves Peugeot, hogy otthon szerelhetem, kirövegnek, mert ugyan éppen ahogy az van közön, még tudom is tudom működik, el is tudom magyarázni, csak sem a műszer, sem az indulat, sem betonom a szervizbe, aztán majd velük veszek szemben, de ez egy másik történet. És ugyanez van a számítógépekkel is, hogy ez látszott a nagy gépeknek, mint az első Honra ekkora legszegény 16 kilobájt, R22-es, tehát akkor azért elég szakértőnek kellett menni, ha már telefon. És azok az ő gépekhez még vannak kalapnak, csak egy visszaesett meg a helyére. Azt megmondjuk a mesterem, hogy mutolta a gépet, ez egy ilyen mutolás, olyan 4 órás folyamat, tehát nem az oldalásról is ez egy. A felvidülős memória, az jelenkor a szegény, a 128K. És akkor így nézi a lámpákat, mert nem lehet eljölte, és akkor így elindul. Az egyik ilyen szegény kinyit, kiveszi a rajtókat, a kalapácsot, mindig, és mennek tovább a lámpák. És utána egy útolja a gépen, de az látsz. Lehetett, olyan volt a mérnöki úton, volt kézi jel, és kézzel a fél jelet, tehát így a négyszögjelet, és az összes regiszter bitjét lámpák mutatták, hogy hogy állt. Ma ezt nem szeretném. Hát egy nagyon kicsi lámpák, hogy kéne nézni. Erre pontos időt kérdezni. Gondolkozni terveket. Ha én szolgáltatok, akkor terveket készíteni, forgatókönyveket. Nem véletlenül a repülőgépek is ötlenek, hogy az előzésnek. Baj van, akkor jó egy ilyet előrántani, mert hát időnként elkezdődik. És ennek most már biztonságban is vannak ilyen ellenőrző listák, tényleg ilyen is dolgok. Nézzek végig, nagyon hatás van, ami nem mondja a jelszavát, megváltoztatok a jelszavát. Windowsban is vannak ilyenek, csak nem akarok nagyon belefolyni, tehát ezt kikapcsolni, azt átállítani.
ilyen, már most már azt mondják, hogy nem volt beépített, hogy az volt elég jó, és hogyha megszabadnak tűzik, hogy a használják még jó. A tűzfalnál kell valami állítani, hogy a megjelentési próbálkozási kérdezzel, ezek ilyen az útörő 12 pontja, és ezzel az előre 99%-ért fognak tudni. A BCP az a Business Continuity Plan, tehát üzleti folytonossági terv, inkább turkálni kell, hogy megfelelő minőségű. Egyébként a másik kulcsa az, hogy ha igazán komolyan akarom, akkor ehhez nem tudom a magnál emlékeke, de nagyon tanulságos külső. Mert hogyha benne vagy, akkor olyan triviális, hogy... Tehát nálunk is az volt az egyetemen is, hogy és akkor a mentéseket visszakodsz. Oké, hogy éred el? Nincs hálózat. Új dobozt hoztak, mert kilapántották a vizető étteremből, itt az új ugyanolyan eszköz, föl kell konfigurálni. Na most egy ilyen 500 lábú router konfigurált fejből, hogy a kettős hozzunk, hogy be tudtuk írni, de ezt megnyitja az auditor, és igaza volt egyébként. A bankoknál legalábbis Morgan-nál az volt a baj, hogy amikor mi ezt elkezdtük csinálni, még a hátényes életben, akkor még ez senki se érte. Tehát mindenkiért közéletet a bankoknál tanulta meg, tehát most a Morgan-nál is szeretne erre külső vállalkozót találni, akkor vállalatok között, a kollégák között, aki 10 éve ment el, azok között, aki 8 éve ment el. Tehát nincs úgy értelme a külső szakértőnek, de egy önkormányzatnál lenne szakértő, lenne értelme, csak neki mondott, van olyan cég, ami ilyen kicsit vállal, és értelmesen nem is csinálja. Ilyen szempontból az egyetem az egy kicsi volt, és az egyetem ugye vazat. Tehát aki nálunk az auditot csinálta, akkor előtt egy nyugdíjú még sztárt auditálta. Ott is van ugye, akkor még volt pénzügyi, előírások meg ilyenek. Ott egy nagyon jó szabályzat. Ahhoz képest egy egyetem, egy önkormányzat nem szabályzat. Nem mit mond? Mi a hatósági előírás? Nincs. Tehát akkor te találd ki, elemezd. És akkor az, hogy le kell, van ilyen része, hogy le kell ülni a vezetővel kockázat elemzésre. Nem is érti, hogy miről van szó. Tehát nálunk sem a rektorral mint levezet, hanem az informatikával, ami már sántít, mert magunk ellen beszéltünk. De azért ő úgy jól kérdezett, és azért kellett állósíts, hogy működik ez. És hát mondom, ez másik, hogy a szervezet méretében van nehéz auditokat végigvezetni, hogy szétválasztani a funkciót, amikor egy ember csinál mindent is. De akkor is megvan benne, és érdemes egy kicsit. Hasonlóan egyébként a szoftverfejlesztés és szoftverbiztonsága is van. Tehát vannak előírások, az embedded rendszerekre nagyon komoly ilyen programozási stílus, meg ilyen előadások. Vagy nem előadás, hanem előírások. A járműiparra van egy nagyon nagy, az is ilyen kockázat elemzésen alapul. Például ilyenek, hogy véletlenül kinyílik a légzsák. Illetve ha meghibásodik egy alkatrész, akkor kinyílik a légzsák, vagy nem nyílik ki a légzsák. Hogy kötöm be? Úgy kötöm, hogy ne nyíljon ki, mert a sokkal kisebb kockázat, hogy egy baleset esetén nem nyílik ki a légzsák, mint az, hogy bármikor az okodnak van a légzsák. Mert az már tuti baleset onnan. És most ez egy egyszerű példa, csak mondjuk már egy mondjuk 4 mikrokontrollálból álló rendszernél már nem olyan egyszerű, hogy fejben nem lehet végig, hanem akkor megvannak erre táblázat, húzomat, 1 plusz, 2 plusz bekövetkezési valószínűsége mekkora, a kára mekkora, ez mennyire tudja mondjuk a másik kontroller esetleg ellenőrizni és leszavazni, vagy. És akkor erre megvannak a módszerek, hogy ezt hogy lehet így végigcsinálni, meg hát a szoftver készítésnek is megvannak a szabályok. Tehát tipikusan például a C-nyelv olyan, hogy az emberi rendszerekben töredékét illik használni annak, amit a C-nyelv. Ráadásul a C-nyelv az elég híres arról, nem tudom, érdekes a téma, mert hogy a C-nyelv elég érdekes arról, hogy a szabvány nagy része, tehát a függő, nem tudom mennyire olvastuk C-szabványokat, néhány évente ezt tudtam olvasni, néhány évente ezt tudom olvasni, például a WC-nyelvű könyvtárban is van. És itt olyan jó volt, hogy nézegetni. Nagyon sok olyan van a cégben, hogy nem definiál. Ebben az esetben mi történik? Hát a fordítótól függ, ezért a szabvány nem mondja meg. És akkor vannak bajok, mert átmész Arduino-ról hibára, és más csinál. És hát erre vannak szabályrendszerek. Több cég is kiadott ilyen szabályrendszert. El is érhető. Tipikus ezek ilyen kódanalizálással foglalkoznak, és több szintje van ezeknek. Egyik például, hogy néznek ki a kód. Ez ugye abban a pillanatban érdekes, ha sokan dolgoznak. Hát nem is, ha sokan, de mondjuk egy 10-20-an dolgoznak, akkor már egyértelműen. És számít, egyébként számít. Tehát ugye klasszikus programozói viták, hogy mekkora a tagom. 3 karakter vagy 7. Meg ilyenek. Hát, ez nagyon durva, hogy
De erre nekem azt mondta a mesterem, hogy ezt úgy írjad meg, hogy a 72 órájában, hogy az alkalmas jó lakulási ugráló szemekkel. És azért az, ez már egy jó szűrési paraméter. Tehát van egy ilyen stilisztikai jelleg. Akkor aztán vannak olyanok, amit ilyen statikus fundamentalizátorok is nagyon jól vissza tudnak szedni. Például egy függvénynek, ha van visszatérés érték, akkor azt mindig fel kell használni. Azt nem fordulunk, hogy csak úgy, és eldobom az értékét. Meg ilyenek is. Hát erre vannak elég hisztis ellenőrző programok. És nem olyan egyszerű ezen átvergődni, de érdemes. És jó szokás lesz, hogy erre. Körle a négyes szinten, a körpedantik. A négyes szinten átmész, akkor már ilyeneket mond, hogy a fájl nyitás és zárása között túl sok program van. Zárd be hamarabb. Ötös szinten meg szól, hogyha nem egyszerűen az három egyéig kalapkodni, hosszabb. Mert ez az nem lehet olvas. Ezt ne csinálni. Ez rossz. Tehát az összes ilyennek a célja az, hogy jobb módot tudják csinálni. Főleg a C az, az nagyon alakos ilyen szempontból, tehát tökéletesen lábon tudom ülni magad a C, hogy jöjjön. És ez nagyon alkalmas. Érdekes, tegnap olvasok előtt a honlapon hazafelé azt a tanulmányt, hogy melyik hogy kedvenc programjelvek, meg ilyenek ilyen statisztika, és korosztály részén mondották. És hogy a fiatalok, azok el vannak ez a CC-jába szinten, és a körülbelül olyan 40 éves kortól jön az, és a fölöttiek, hogy értékeléket az új, az O, Rust, ezeket a nyelveket. És akkor megkérdezték az egyiket, hogy te létezik rá az O-t. Írtam eszemberbe is fogalmat. Ez elátlátható. És például a O-ban nincs ilyen stilisztika. Nem tudom úgy írni. A fordító rendbe teszi a forrást, azok is csak egy félre. Ebből nincs hiba. Néznek szabályok, akkor ez van. Az is nagyon kiszámolja a körkörületét. Ja, aki erre így rájön. Ugye az az alapfeltétel, hogy a program úgyis rossz. Ha meg jó, akkor használják, tehát megint módosítani kell. Tehát egy programot mindig módosítani kell. És azért sokkal fontosabb, hogy szép legyen, átlátható és karbantartható, mint az, hogy jó. Mert jó úgysem lesz elsőre, hogy úgyis változtatni kell rajta. Egyébként ezekben a szokásokban épülben valamikor mondja a kettőben ezt a szamaszt, és azóta egy célben is, ami tehát határozottan nincs olyan automatikus típus konverzió, mert az igen. Nem, igen. Nem. Igen. És van, akinek tudja ebben. Most ilyen a basic nyelvet, a minden nyelv a basic nyelvet. Korrektnek látni egy program, például célra csináltam egy ilyen garázskáló jelzőt, tehát hogy közelítem a falhoz, hogy zöld, sárga, piros, pirosnál fogok rá. És előbb vagyok sokszor, minden ugye félős, hogy kicsit a falhoz, hogy valahogy úgy áll be, hogy visszavált sárgára. Mert az ultrahangos szenzor nem sík felületre találkozik, hanem a mazivatot borzázott erejű kocsikkal, és nem az egyébként ilyen. Tehát hiába határozom meg az ízjárulalmat, hogy elindít jelentőre sárga, aztán piros. A tavaly, ami kooperatív volt, ugye a kutatóan, benéz oldalra, hogy valahol a szóval keresem. Először mit csináltunk? Forfa lemezekből megcsináltad a helyet. Gyönyörűen beállt. Az autó a lekerekített sorokkal nem találta meg, visszaverődött. És olyan szűréseket, meg olyan trükköket kell megcsinálni, az alatt felbordolásban is, hogy ugye komolyabb ilyen cégeknél jó esetben van házi szabvány, ami elérhető, ilyenből például Jet Propulsion a NASA-nak a rakétahajtóműves társasága, publikusan elérhető a Boeing szabvány. Elég jó. Ami ezt kezdte, az úgynevezett MISRA, ez egyébként a járműparkból jön, ez a Motor Industry, nem tudom én, magyarul kifejtését. Ennek az elődjének a létrehozásában benne volt, amikor akkor olyan volt a munkabőröm. Például az amerikai nukleáris hatóságnak is van egy programozási szabványa, hogyha vezérőt akart berakni egy amerikai atomerőműbe, akkor ennek meg kell felelni. Az is publikus egyébként? Hát nem tudom, erre kell rákerülni. Igen, itt van. Aha, aha. Azért, hogy a is. Itt
házának a VPN-et azt adja. Nagyon jó, ilyen munkában a szoftver biztonság, akkor ezt a levet érdemes jobb. Én egy amerikai professzor, a Leslapton, ez a kedvenc témája, ezt kutatja, ezt publikálja, ezen is dolgozik. Odaadom a PDF-eket. Csak szóért. És őnek van egy emberi C-vírus nemzetű ajánlása. Ugyanis ő azt mondja például, hogy jó az a misra C, de egy kicsit ilyen fölfújt, és van benne olyan is, ami nem bizonyos. Azt mondja, hogy ha túl sok szabályozom, az le fogja a programozni. Mert ha én azt mondom, hogy az operátor elég után szó közt kell adni, ez tök jó szabály egyébként, csak hát ezt jó program, hogy megcsinálja meg, rendben akkor meg ilyenek, de például vita, hogy a C-ben is a kapcsolzárú jelenleg az if-nél egy sorba rakom, vagy a következő sor elejére. Ez már vallási kérdés egyébként, bár szerintem logikával eljöntető, hogy egy sorba kell rakni, hogy minél több sokan a bátlással, és nem ilyen a zárójel egy egész sorba magát. Kivéve a függvénykezdésnél. Igen, de hogyha tudod, alatt a fölött, igen, pontosan, az meg nekem ők van. Egyébként ez ebben nagyon hasznos és nagyon jó a Linux-nak is, a Linux kernel kódexnek, például a függvény elnevezés, meg ilyenek. Az is elérhető, van egy rövidebb és egy hosszabb változat, az mindenféleképpen, amit szépen programozik, olvasa át. Nem is kell megfogadni, csak gondolatébresztések. Tehát például ilyenek, hogy mindenki lesz meg magad, szerintem szóval ez a lesz, Hatton, ő már nagyon jól tartja, és nincs egy ajánlása. És az olyan ajánlás, amire van program, egy program átfut a kódomon, és meg tudja mondani, hogy melyik szabályt sértettem meg. És azt mondja, hogy csak olyan szabályát, ami statikus ellenőrzéssel ellenőrizhető, és bizonyítottan hibákon nevet. És ő rengeteg kódelemzést végzett, hiba mennyiségre, ilyenekkel, tehát nagyon cikkek vannak erről. Például Hattonban ilyenek vannak, hogy minden függvény definíciót meg kell előzni az újstényesű funkció prototípus. Tehát nekem meg kell mondani, hogy ilyen típusú és hány paraméterek, meg mi a visszatérési értékkel. És nem az a régi zsúlyos, hogy megmondom a nevét, aztán a paraméter is, majd az lesz. Itt van az összes hívási argumentumnak kompatibilisnek kell lenni a függvény definícióval. Ne legyen, főleg nem automatikus típus konvenció. Aztán például levegőpontos, nem használunk a visszorizálásban, a levegőpontos, hanem ellenőrzünk nullára. Ennél a számábrázolásnál az olyan rendszeres történet, hogy most a nulla az nulla, vagy egy kicsit arrébb csorgott, vagy mit van, de ilyenek is érdekes volt. Hát igen, nem mondjuk levegőpontosnál egyenlő vizsgálattal is. Csak mindig, hogy ennél kisebb, annál nagyobb. Igen, vagy azt mondom, hogy lekerekítem két tizedesre és összehasonlítom. És ugye a másik, hogy ellenítél, aztán van egy sokkal használatosabb a fixponent. Jelenleg szeretettel használjuk, mert küldeni mindenhol könnyebb. Még azt mondom, hogy a 32 literes egészen, ez mondjuk a távolság, ez a sebességek különte per órával, de két tizedesre lehet róla, hogy nem tudom, a visszhívva. De ez viszont fog, csak egy tizedese lehet, hogy nem tizedese. Illetve hát azt is, amit én legalábbis azt szoktam használni, hogy felszorzom, és tudom, hogy igen, viszont itt arra kell figyelni, hogy ezeket további számításokkal felhasználom, akkor a fixpontosnál nagyon durva a hibaterjedés. Ez már innentől matematika, de én két tizedes jegyre, ugye minden értéken két tizedes jegy, és 4-5 részeredményt felhasználok és újból, akkor már csak egy tizedes vagyok pontos. Tehát ez a matematikában ez a hiba terjedés, ez egy jól ismert és kezelhető dolog, és korrekciókat kell bevezetni. Tehát jó ez a fix pontos. Én ezért szeretem például a hibát az Arduino Duo-val szemben, mert majdnem ugyanaz a CPU, csak van benne hardware levegőpontos. Csak nem kell ilyen hex pontosokkal valakozni, hogy most akkor. Mert ugye a Duo-val, ugye 120 MHz-es a Duo-nak az Arduino, de nincs levegőpontos. A TIG az alatt az 80 MHz-es, de van levegő hardware, a foldot tudták, hogy nem. Azzal is, hogy óvatosabb kell lenni, mert az se teljesen az mindenből, de van már jó. Tehát azok a coding style előírások itt cégeknél arra van, hogy jól olvasható legyen a kód, és ne szívassanak. Mert ne legyen ilyen trükk benne, meg látod egy vagy olyan. Igen. Az ő felmérése szerint világolni módon, hibát keresni, de kétszer olyan nehéz minden éve. Tehát, hogyha a legjobb képességünk nem megfelelődünk a kódon, akkor nem tudjuk tudni, hogy világolni.
és most már nézhetem ebből a GPR-ből azt, mint hogy ismertem, az nem ahhoz, hogy hogyan kell tudnézni a kódnak, tehát hogy mennyit ad meg ilyesmi. A négyes szabály például az, hogy ne legyen repetíció. Mert az nagyon jól néz ki egy egyenesben a nagyban, a való életben. De hogy hívjuk, hogy ez a legtöbb ilyen Michelinben is malmokérvából lőnek. Tehát nincs dinamikus motorjafoglalás. Az elején tömbbe megmutatja, meg buffered van, nem foglalkozik. Hábor szabály az első, ami ténylegesen kúrja, valami tudjuk az az, hogy nincs végtelen ciklus. Ciklusan is kapkodnak a megyőt. Modellítünk a mikrokontrollás fejlesztésnél, hogy nem lehet, mit csinálunk. Le fogsz házszor, utána lennézni, hogy érdemes, hogy üdeni bár megjegyzni, és akkor mondani, hogy például csinálsz vele ilyet, hogy megnézzük. Én szoktam ilyet csinálni, az MSP-n mentette meg orvatyámat, illetve először ráfutottam. Nézem az MSP, ahol nincs rendes printer, kis printer volt, és már tetsz. És akkor küldöm ki az LCD-re a kérdést, mi a végén az a szemét? Na, szemét. Hopp, most lefagyott. Így van. Ugye az MSP 512 byte RAM van, és a printer annyi gépet használt, hogy összeért a stack-et. Tehát például, amit tervezek, hogy nap kell játékér a stack, oda berakok egy mintát, és ha az megsérül, akkor a ciklus azért backlog, berúg, reset, tudom, hogy ez nem. Nem byte egy, és akkor akár meddig megy, az is lehet, hogy valami ok miatt is számok, és akkor majd nem bánt, nem piszkálom a backlogot, és majd úgy megnyitja az egészet. Én fogom, hogy mikrokontrollával játszok, azt mondom, hogy kivál, ez nekem is felhagyott. Ugye szóközök, a kulcsszavak,
köré, tehát nincs kéz, a többi. Kivéve, mert a Science of Time of, de tudom, hogy jól van. De ezek ilyen függvényszerűen használatos adások. Tehát a zárójelen belül nem jöhet szóhoz, de itt ez, egy részikét, ez hoz példa, ez helyet foglal be. A több paraméteres operátorok elé után kell szolgálni. Kivéve, ami után nem kell, nyilván logikus, hogy az egy operátor sem használ. És az egy paraméteres prefix után, vagy a postfix operátor elé sem, az eléggé rontja a kódolhatóságot. A fordítók nem szabadja, de ahol már meg lehetőség. Azt írnám, hogy i szóhoz plusz plusz. Fordító megeszi. Ezek alapvetően a Linux Kooling Style-ból jöttek, ezt a Google csapatnak az előírás, amit mondhatják. Forrest Tegg, a Kooling Style szeretében. Nevek menjenek tömörök egyszerűen, szép kritázis. Nevek kisbetűsek, ha több szó, akkor aláhúzással. Ez már egyébként hit-hit akart a kategória, ez már a fordítót nem zavarja. Ez inkább, ugye itt van a kemelkész, ahogy szokták azt, hogy a több betűseket úgy ide kell kezdőbetű hagyja. Ezt hívják kemelkének, ilyen tevekúszerű. Azt paszkálosok tipikusan azt használják, nem mindenki szereti. A kernelben ez van, hogy aláhúzással válaszol. A fontos dolgoknak legyen beszédes nevük. Tehát mondjuk egy függvénynek azt mondjuk, hogy egy user, az nem olyan jó, mint azt mondjuk, hogy count active users. És ott egy mai korszerű szövegszerkesztőnél úgy sem tudom mindenképp ellen. Vagy a függvény nevetőt, tudom, hogy nem. Tehát az megyünk ehhez a kienkelelmet. A helyi változók viszont legyenek rövidek, tehát C. A for ciklus az I-vel megy, nem kell ezért mint counter. I, aztán kész. A Hungarian notation, ugye ez ismerős a története. Ugye, hogy pointer, integer, tehát ugye a típust az belekódolom a nevébe, de azért van a végezet. Azért hívják meg ilyen notation neki az, aki elkövette, simán aki az Excel-t elkövette, és így. Na, Microsoft használja, ismerik a szoftverjeit, terminál használja, ezt én itt nem akarsz. Tehát a fordító dolga, hogy a típus nyilván tartsa, nem nekem. És mindenki. Ez viszont nagyon lényeges. Függvény legyen kicsi és egyszerű. Egy vagy két képernyő, és az axi képernyő az 80x24-es. Tehát ha egy C függvény ennél nagyobb, de még 50 sor fölött van, akkor nem tudom, akkor fussunk meg újból, szedjük szét. Valószínűleg ilyenkor van az, hogy aztán ki is csúszom a talpal is. Hát van egy kivétel engedélyezve, ugye tipikus ilyen kéz, van egy hosszú kéz feature, az már nyilván lehet hosszabb, mert az nem dolgok is. Egyébként van erre egy mérőszám, ez a ciklomatikus komplexitás. Hányféle úton járhatjuk be a program is? Ez ilyen gráfot csinál, és a párhuzamosan legnagyobb szálak száma. És azt mondják, hogy 6 fölött lesz. Például ilyet csinál a neves autógyártó, rákdíja, motorvezérlő forrásra, és azt mondják, hogy a komplexitás annál nagyobb, akkor vissza a csapatnak, a gyerekek írják a kártyát. Meg se nézik, hogy mi van benne, ez így nem. Akkor kell szétszedni egy függvény több nyelvrajzét, mert hogy van tipikusan a függvény, úgy kezdődik, hogy visszatér egy konstanssal, aztán majd kidolgozom, hogy mi lesz a helyén. És akkor az egy sorból elkezdünk hízni a függvény. Mikor szedjem szét, további darabokat. A hosszabb, mint egy-két képernyő, ugye lásd a kivételemben elhúzni. Ha a tagok miatt túl jókra kerülök, ha több mint 5-10 helyi változó van, nem bírsz észben tartani egy függvényben. Tehát ha annyi helyi változó van, mondjuk, hogy 10 fölött, az nem jó. Az szed szét függvényben. A másik kérdés, a globális változó kérdése, de az az, hogy nem elég. Ha egy nagyon átlagos képesség nem érti meg 5 perc alatt azt az egy függvényt, akkor fussá nekem jó. Ez az, amit a Gergő is mondott, hogy ha túl bonyolult, akkor hagyd békén. Nem fogod tudni parkolni. Jó, itt van. A visszatérés érték többféle lehet. Egy hiba érték nulla, ha oké, különben hiba mód, vagy fordítva, logikai, nulla, ha hiba van, különben az oké. Hogy hányat írtam ki, például hány bájtot írtam ki, visszatom, hogy hányat sikerült. A javaslat az, hogy a függvény neve, akció vagy felszólító, tehát hogy valamit csináljon, akkor hiba értéket adott vissza. Tehát nullát sikerült, különben hiba. Viszont, ha állítás, mert hogy valami ilyesmi, akkor a másikat érdemes, hogy ezt nem szabad mondani.
ezt nehéz betartani, de érdemes. És nyilván a három képernyős programnál nincs jelentőség, de azért már egy kisebb ért, azért néhány ezer sorrán már nagyon szépen elég. Nagyon sok szabvány megköveteli, hogy nem dobhatom el a veszetérési értéket. A megjegyzése. Na hát ez egy másik kedvenc téma. Jó, de a túl sok is gondot jelent. Soha megpróbáld elmagyarázni, hogy hogyan működik a programod, azt lehessen megérteni. Azt írja meg, hogy mit csinálsz. Odaírok kommentbe, hogy itt intézem a, mit tudom, itt szűröd ki a hamis adatokat az ultrahangszenzorból. Az, hogy hogyan, azt értsék meg a kódból, azt nem magyarázd. Magyarázni kell, akkor, akkor fussunk meg egy egyszer. Menjen egyet túrázni, mire hazajössz lesz ötlet. Az a lényeg, hogy számítógépnél ki, ne a kerültek kölcsönjük, legalábbis nekem ez mi. Gyorsan az, hogy jó volt esetben így. A függvény előtt írjuk le, hogy ez mit csinál, mire való, ugye függvény kicsi, kész, nem kell, hogy CH-ra legyen. Van egy két út, amikor valami hardware például a... Én beszoktam ide, hogy például kívánál valaki ilyen, hogy az enemy mirror kókoltában és a speciális eljárásra tudod átállítani másikra. Akkor odaírom, hogy azért kölcsönjük ezekkel a GPU állításokkal, mert itt az a kókoltában az áll. Azért legyen egy rövid figyelmeztetés, valami tükkös, vagy csak ilyen, az ember azt mondja, hogy akkor odaírom, hogy én szoktam ilyen, hogy a tudó, hogy ezt majd meg kell csinálnom, vagy az elnye, akkor ez majd ráérek a kóddal, akkor visszanézek, hogy hogy legyen. Másik, hogy nem szerencsés kommentel kiütni kód részleteket. Mert ugye a per csillagperrel ki tudom venni egy kód részletet, de a fordítók különbözően kezelhetik az egymás változó kommenteket, hogy tekint a zárás, a nézi a beágyazás mélységet, vagy az első nyitet. Ebből szóval sokkal jobb az út, ez nulla, endis, tehát már preprocessor szintjén kiütni belőle a kódot így. És akkor nincs gond, hogy mi van, milyen komment, hogy van beágyazva. Kész. A forrásból lehet dokumentációt generálni, ez jó dolog, gondolom ismeritek, hogy megfelelő szintaxis. Van ilyen tök jó, hogy a kommenteknél például az, hogy a függvény mit csinál, paraméteret, ilyen kukac, param, kettős, pont, izé, ezt leírom, ráküldök egy programot, és PDF-ba vagy HTML-be regenerálja a dokumentációt. Ez főleg ilyen saját videknél tök jó. Tehát ez így tök jó működik, mert ott írom a függvénynél, és amikor átírom a háma, hogy mit csinál, és akkor ezt tudom regenerálni belőle a dokumentációt, hogy ezt lehet másokat. Itt van egy rövid leírás, például a DocSignal nevezetű program ilyen, hogy van egy rövid leírás, leírjuk, hogy mit, és itt a paraméter, hogy az S azt csinálja, hogy, és visszatér egy egyszer. Tehát ez egy komplet függvény deklarációi, és ebből le tudja generálni így a dokumentációját. Ezt magára a programra nem szoktam alkalmazni, de ha írok valami libet, amit én több helyen fogok használni, és mindig kettő, akkor azért általában ezzel érdemes így nem csinálni. Makrókkal nagyon óvatosak. Azok egy nagyon erőteljes eszköz. Csöbisörétes vagy a skincúkészel kellő óvatossággal kell. A makró mindig csupa nagybetűvel. Ezért is lényeges, hogy a változók kisbetűsek, függvények kisbetűsek, a makró mindig csupa nagy. Az, hogy mi hogyan nézzen ki, az beállítható. Linux alatt van egy ilyen parancs, hogy ha nekem jön egy C program, ami nem úgy néz ki, ezzel a parancsokkal így fog kinézni, amit én mondtam. Zárójelek jó helyen, tabok helyre rakva, ezért minden, egyenlőségek, szóközök, minden részben így rendben lesz. Ugye ez azt mondja, hogy Kermingen and Ricci szerint formátum, 8-as tabbal, ezért, most már ezeket nem tudom így mindenik, de puf, ez így rendben teszi a C forrás. Van egy néhány dolog, a Linux coding style-ban vannak, tehát ebben sokkal több, mint van ilyen time, dev, mikor használok. Például van ilyen time, dev, fel nem tűnhet-e van a típus. Tehát nem azt mondom, hogy time, dev, script, és utána nem azt mondom, hogy idő, C, hanem a script idő, C. Tehát, hogy úgy csináljam a time, dev-et, hogy lássam, hogy ez egy script idő. És nem meg kell visszanéznem, hogy az idő, az most struktúra, vagy izé, vagy mit tudom. Vagy változó, vagy több, vagy a körülbelül ennyi a gondolatébresztőnek a kódinsztályról.
Jó, hát szerintem csak a kérdés, hogy ott vagyunk a kapcsolatban.